Sok szeretettel köszöntelek titeket. Én Détó Kriszta vagyok, a VMM magazin alapító főszerkesztője, és én leszek a mai este egyik moderátora. Mert hogy ez nem egy hagyományos Hello VMM est lesz, hanem egy rendhagyó. Majd mindjárt elmondom, hogy miért, meg hogy hogyan. Ugyanis nem is lesz olyan nagyon hosszú a bevezetőm, mert olyan témát hoztunk, ami hát nagyon-nagyon szerteágazó, gyakorlatilag az egész életünk teljes spektrumát lefedi, hiszen a generációk harcáról fogunk beszélni, a generációk együttéléséről, egymásra hatásáról, ki hogyan nevel kit, ki hogyan tud a másik mellett létezni, és hogyan, egyáltalán hogyan következik az egyik generáció szorongásából a másik. Úgyhogy olyan vendégeket hívtam, igyekeztem olyan vendégeket hívni, akik, hát akikkel így nagyjából lefedjük a ma Magyarországon élő generációkat. Itt lesz például egy olyan generációkutató, akinek a munkájából tudom, hogy 6 generáció él egymás mellett ma Magyarországon. Ezek közül 3 aktív a munkaerőpiacon, és ezek közül is ugye van az a bizonyos Y-generáció, ami a fiatal felnőttek generációja, amely megjelenése körül most valami hihetetlen nagy hisztéria van, meg egy lufi fújódik körülöttük, mert hogy őket próbálja mindenki értelmezni, meg kezelni. Na majd meglátjuk, hogy egyáltalán kell-e őket külön szabályok szerint kezelni. Na de, ahogy mondtam, a mai este rendhagyó lesz, ugyanis én úgy éreztem, hogy én jó X-generációsként nem vagyok ehhez elég, és ezt egyébként elég gyakran érzem. Ez is egy ilyen X-generációs dolog, hogy az ember tele van kételjel, meg állandóan megkérdőjelezi magát. De úgy éreztem, hogy szeretnék magam mellé valakit, aki hát egy pár generációval alattam van, fiatalabb nálam, és az behozza ebbe a beszélgetésbe az ő saját szemszögeit is. Ezért aztán, mielőtt őt felkonferálom, szeretnék egy Feldmár András idézettel szolgálni nektek, aztán majd felhívom magam mellé a mai moderátortársamat. Tehát így szól az idézet. Felnőtté válni azt is jelenti, hogy megszabadulunk a belénk ívódott vagy belénk vert szokás mintázatoktól. Olyan ez, mint az ördögűzés. Ki kell űzni magunkból apánkat, anyánkat, ha meg akarjuk tudni, kik vagyunk valójában. Nagyon kevesen képesek erre. A legtöbben megszépítik a múltat, és egész életükben a szülői parancsokat követik, csak hogy megspórolják a leválás, az elkülönülés fájdalmát. Na nézzük, hogy hogyan is állunk ezzel. A mai moderátortársam ugyanis nem más, mint egy igazi Z vagy Y generációs. Ezt is mindjárt megbeszéljük vele. Deli Csenge, fogadjátok nagy szeretettel. Hol vagy? Itt van. Vegyél magadhoz egy mikrofont, ami ott a legközelebb van majd a helyedhez. Csenge gimnazista most érettségizik, és ezért aztán, tehát 18 éves vagy, akkor te most melyik generációba tartozol, tudomásod szerint? A Wikipédia szerint Z-s vagyok, de most csináltunk egy érettségis feladatsort, ami az Y-ok közé sorolt, szóval azt hiszem egy ilyen híd vagyok a kettő között talán. Na, ezt mindjárt tisztázzuk, mert Krisztiántól meg is fogom majd kérdezni, hogy itt a szereplők közül ki kicsoda, ki melyik generációba tartozik. Még annyit mondja, itt az előző idézetet, nyilván te is hallgattad ezt a Feldmár idézetet, ilyen szempontból is hídember vagy, mert hogy most éppen azon a hídon vagy, ami a szülői házból kifele vezet. Igen, úgy érzem, hogy ilyen dupla híd szerepet töltök ma itt be, és tulajdonképpen azt az instrukciót kaptam, hogy ne meséljek cigi sztorikat otthonról, szóval próbálok majd megfelelni ennek. Nárok, ezt biztos nem tőlem kaptad, ezt az instrukciót, mert én azért hívtalak, hogy meséljé cigi sztorikat otthonról. Így lesz. Jól van. Foglalj helyet, légy szíves, Csenge, köszönöm szépen, hogy segítesz nekem, és akkor fogadjátok nagy-nagy szeretettel mai beszélgető társainkat, Tordai Terit és Horváth Lilit, egy anya-lánya párost, akik mindketten ismert és nagyon-nagyon kedvelt színművésznők. Erről gyertek, Teri, itt. Itt lesz velünk Bábel Szűcs Szilvia, szociológus, az Anyapara blog alapító főszerkesztője, 2 kamaszfiú anyukája. Szilvi, gyere, te is. Nagy tapsot kérek szépen neki. Balatoni József, vagy ahogy a VMN olvasói is ismerik, Jocó bácsi, történelemtanár, aki maga is az Y-generáció, mondjuk bárhova. Jó. Oké, ahova tetszik. Tehát Jocó bácsi, gyere, történelemtanár, hozd a borodat az Y-generáció képviseletében. És a már emlegetett Steigerwald Krisztián, generációkutató, coach, akit sok szeretettel köszöntök szintén, egy nagy tapsot kérek szépen neki is.
bárhova csücsenjetek le. Gyere, Krisztián, gyere, gyere. Itt tudsz fel jönni. Mindenki a maga elé készített mikrofon, tehát a saját mikrofonját, ez egy ilyen szolgálati közlemény, ezt kérték a fiúk. Tehát egy mikrofon jár mindenkinek, és az a kérés, hogy ne cserélgessük. Bármit. Várj, elfejtettem valakit, nem, akkor ide ülök. Jó, minden oké, okay. Mindenkit látunk, mindenkinek van mikrofonja. Szuper, Teri. Jó, mindegyik mikrofon működik, vagy mindenkinek nyomnia kell egy gombot? Egy gombot kell rajta megnyomni. Ez az első generációs teszt. Egy, kettő. Van egy ilyen szürke gomb. Mindenki megtalálta? Teri, szürke gomb? Szuper. Ja, Csenge segített. Na jó, hát szuper. Szóval, először is, mielőtt neki kezdünk. Tehát, hogy miért hívtam Csengét? Csenge, mutasd fel, hogy te hol vannak a jegyzeteid. A telefonomban, Kemény Zsófi után szabadon. Ez a különbség kettőnk között, meg még egy csomó minden. Én ezt kiveszem. Addig is, Krisztián, te vagy most itt azért, hogy elhelyezze ezeket a dolgokat ilyen elméleti síkon, ki melyik generációba tartozik. És most szabad a korunkról beszélni. Én 42 éves vagyok, én úgy tudom, hogy X. Igen. Jó. És te? Én is X, sajnos. Te is X? Te hány éves vagy, ha már én itt elárultam? 41. Na, jól van. Én vagyok az idősebb, ja? Akkor így megbeszéltük. 76-os. Én 75-ös. Akkor 40. Tessék, igen. Köszönöm. Akkor X-ek vagyunk. Az tessék. A legjobb állítólag. A ja, persze, mindenkinek az a legjobb. Tényleg. Jócó? Jó. Y vagyok. Y vagy, mert te hány éves vagy? 29. 29. És egyébként mostantól kezdve a jobb szélnek nem kötelező elárulni a pontos életkort, ha nem szeretnétek, Szilvi. 28. Nem. 45. Jó, akkor X. X, X, Y, én 76-os, és X. Jó, oké. Okay. Én 41-es, és 75 éves vagyok. Igen. Ezt hogy hívjuk ezt a generációt? Akartam mutatni a telefonomat is, mert már a telefonomat is úgy vettem, hogy szenyor telefon. Van rajta mentőgomb is. Különböző technika nincs, de ami szép benne, hogy a kutyatápban is van, a legjobb kutyatáp a szenyoroknak van, úgyhogy... Oké, okay. Tehát ezt tudjuk, hogy attól szenyor egy telefon, hogy van rajta mentőgomb. Teri megkérdezte kint tőlem is, hogy melyik generációhoz tartozik. A szenyor az jó lesz, de amúgy építőknek hívják, vagy veterán generációnak. Válasz, építők vagy veterán szeretnél lenni? Építők. Jó, oké, okay. Építők. Bár is. A veterán azért jó, mert szép, gazdag múltja van. De visszafele nem nézek, inkább építek előre. Helyes. Helyes, annyit hagyj jegyezzek meg, hogy a Terivel megbeszéltük, hogy mindenki tegezheti őt. Onnan is inkább, hogy téged például az unokáid sem mamának, nagyinak szólítanak, ha jól tudom. Igen, nem tudom, nem vesznek úgy látszik komolyan. Úgyhogy a nevemen, de megkérdezték, hogy én szoktattam rá őket hiúságból, hogy Teri vagy Terikének hívjanak. Nem. Először azt mondták, hogy Tete, mikor még nem nagyon, és hogy egymásnak a három unokám adta tovább. De mikor elmennek máshova, akkor visszajönnek, akkor azt mondják, hogy nagymama. Tehát ahol hallják, hogy nagymama, minden. És akkor a Csenge, aki most érettségizik, Z vagy Y? Hát ez egy nehéz kategória, Csenge. Mert, híd vagyok, már mondtam. Mert alapvetően a magyar szakirodalomban is eléggé vegyesen ítélik meg ezt az életkort. Ugye az amerikai szakirodalom végképp teljesen más mondott, millennial generáció van, és nem is különböztetik meg az Y-t és az Z-t. A magyar pszichológusok is különböző kategóriákat mondanak erre az életkorra. Én ott hozom meg az életkort, hogy egy ember gyerekkorában mennyire volt meghatározó az internet jelenléte, és ebből a szempontból a Csenge nálam Z-s. Uh-huh. Kiegyezünk ezzel? Köszönöm szépen, teljesen. Szeretek Z-s lenni. Az vagy. Ha azt szeretnél lenni, akkor az. Egyáltalán, Krisztián, mi ennek a jelentősége? És mióta lett ez ilyen fontos? Hogy állandóan mindenhol ezt lehet olvasni. Hú, ez egy becsapós kérdés. Alapvetően nagyon kényelmetlen ez a szék. Ide átülhetsz, nézd? Nem, jó ez így. Alapvetően a jelentősége az utóbbi időben lett egy kicsit fontosabb, mint korábban, mert... megszülettek azok az úgynevezett új generációk, akik teljesen máshogy élnek, és teljesen máshogy viselkednek, és ez nem csak azt jelenti, hogy más magatartás formájuk van, hanem más lett az agyuk. Tehát egy olyan
Változás alakult ki az emberi agyban, az emberi agy működésében, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk egyformák, és nem csak abban, ahogy öltözködünk, ahogy viselkedünk, ahogy beszélünk, hanem bizony az agy is teljesen másképp működik. Ez tény? Ez tény. Nem én találtam ki, tehát tény. Jó, nem, hát csak hogy a megdöbbenésemet próbálom valamilyen finom módon kifejezni. Orvosilag bizonyított. Ugye korábban az idősebbek talán emlékezhetnek arra, hogy a 90-es években születtek gyerekek, akik olyan furcsán viselkedtek, és nyilván nem nagyon tudtuk, hogy akkor mi van velük. Odafordultunk a spiritualizmushoz, és elhívtuk őket indigo gyereknek, meg ilyen mindenfajta, talán valaki emlékszik még rá, hogy voltak ilyen fogalmak. És az utóbbi időben az orvosi agykutatás is rájött arra, hogy valójában itt olyan agyszerkezeti változások történtek a 90 után született embereknek a fejében, az agyában, ami ahhoz vezet, hogy ez alapvetően nem betegség, nem változás, hanem máshova koncentrál az agy, máshova figyel. Most nagyon röviden fogom elmondani, mert azért ez egy több órás workshopnak az anyaga lenne, hogy hogyan tudjuk ezt levezetni. De elmondjam? Ne. Elmondom, nagyon szívesen. Röviden. De hogy alapvetően azzal... Úgyhogy én is megértsem. Úgy mondom. Jó, kösz. Azzal, hogy egy gyerek, amikor megszületik és nem mesélnek neki, azzal az ő agyában a képi kreatív terület az korcsosul. És azzal, hogy az utóbbi időben született gyerekeknek kész filmeket adunk egy tableten, egy tévében, vagy bárhol máshol, őnek nem kell használni a képzelő erőjét, mert készen megkapja ezeket a dolgokat. Innentől kezdve ez a terület leáll, helyette az agynak egy teljesen másik területe kezd el mozogni, teljesen máshova kerül a figyelem, és máshova kerül a fókusz, és az ő agyuk teljesen más irányba fog elmozdulni. De mondok egy teljesen mást. Az alfa generáció, akik nincsenek itt, a 7 éven alatti. A gyerekeinknél is fiatalabbak. De tegyen, Lili gyerekei. Hány évesek a gyerekek? 11, 9 lesz a középső, és 2. Őgzések. A 2 az alfa, az a 7 év alatti. Ő nagyon okosnak tűnik, tehát akkor az alfa. Igen, azt mondja egyébként Teri, hogy a Lilinek ugye két fia van, meg egy kicsi lánya, és ugye a kicsi a legokosabb. Hopp. Ezt én ismerem. Lány. Köszönöm, Csenge. Nekem egy 10 hónapos kislányom van. Az úr a negyedik sorban, aki lehajtott a fejét. Ez lesz ma este, igen. Sorry. Igen. Ne, én majd megvédem a fiúkat, nem azért, mert le. Tehát alapvetően csak azt akartam mondani, hogy egy darab példa arra, hogy miben mások, például az alfa generációsok, azzal, hogy ezek az okos eszközök megjelentek az életünkben, és az alfások, ugye egy pici csecsemő, neki minden új, mindent a környezetéből tanul meg, mindent a szülők mintájából tanul meg, és abból, hogy okos eszközöket lát, és az okos eszközöknek mi a lényege, a finom motorikus eszközök, ugye az okos eszközöket kifejezetten csecsemőkre fejlesztették ki, a tapi-tapi meg ezeknek a dolgoknak, és azzal, hogy ők ezeket tanulják meg, azt veszük észre, hogy a látás és a hallás fókuszú működés, agyi működés átalakul, és kineszteziológiai, tehát érintési, testi érintési fókuszúvá válnak át a gyerekek. Ez egy döbbenetes változás ennyire rövid idő alatt, de még nem tudjuk, hogy mit fog ez jelenteni. Tehát magyarán nem hallás és nem látás útján fognak fókuszáltan kommunikálni, hanem testi érintés alapján fognak valamilyen szinten kommunikálni. Jó, szó, ne haragudj, én nyertem ezt a... Bocsánat, hogy közbeszólok. Igen. Csak ez mérhetetlenül fontos, mert valami most világosodott meg bennem, hogy én az 50-es években voltam Egerben kislány, és ott ugye televízió semmi nem volt. Mai napig, mostanáig, eddig a pillanatig, amíg te nem beszéltél, borzasztóan szégyellem, hogy nem tudok SMS-t küldeni, nem tudok SMS-t elolvasni. Abban a pillanatban még a rendes vonalas telefont is felemelem, és egy izgalom van bennem. Nagyon érdekes, most jöttem rá, hogy miért. Viszont... Ugye a szakmámnál fogva rettenetesen kell működni a jó értelembe vett olyan agyamnak, hogy szöveget szenzációsan rögzítek. Emlékszem a szövegekre vissza, a memóriám az kiváló. Ugyanakkor az összes technikai érzésem teljesen hülye. Szóval néha magam korosztályával beszélek, és mondom, hogy te se érted, ezt ja, én sem. Mondom, jó. Például, amit szégyelek, nekem nincs internetem. Nem büszkeség, mert nem igaz, az én korosztályom zseniálisan megtanulja, és igenis szükség van rá, és talán majd, ha az egyik unokám kimegy valahova messze, akkor megtanulom ezt a Skype-ot, meg minden. De egy olyan óckodás van bennem, viszont 80 oldalas szöveg ellen nem.
Te világosítottad meg, hogy mit szokik meg az agy. Uh-huh. Meg rengeteget olvasol. Rengeteget olvasok. A fantáziám viszont nagyon érdekes, a fantáziám őrületesen működik. Tehát ugye nem a képeket látom, mert ugye akkor még hát a mozit láttuk, a fanfallatulip meg énekénél, hogy ettől a könyvek után a fantáziám nagyon ki tudom nyitni. Ez egy nagy előny, ami a fiataloknak picit talán hiányozni fog. Kész, többet nem És beszélek. Hogy a Lili, azért fordulok hozzád, mert hogy ugye te látod a Terit és a fiaidat mondjuk, meg hát a kislányodat is mondjuk, gondolom, nem tudom, tanítják például a nagymamájukat? Vagy hogy viszonyulnak ahhoz, hogy ekkora különbség van mondjuk az ő generációjuk? Tanítják, de vicces, mert még engem is tanít a nagyfiam, mert én például az internetet használni, hát majdnem 25 voltam már bőven, mikor elkezdtem, és itt is megálltam, tehát ilyen file, meg minden, szóval tudok e-mailezni, minden, de sok mindent nagyon nem, és szerintem ők ezt már látom, hogy csinálja a Spotify-t, meg mindent a nagyfiam. Én mondjuk, ez amit mondtál, hogy nem tudjuk, hogy milyennek a hatása, én gyerekeket is tanítok, a Földesi Margitnál meg külön is, és azt látom, hogy tényleg ez van, hogy nagyon felgyorsult a világ, nem tudnak egy mesét végighallgatni, nagyon pörögnek, tehát hogy én azt látom, hogy ennek nagyon sok előnye van, de félek, hogy nagyon sok hátránya, és én mindig küzdök, hogy tedd már le, ne nyomkodjad, tedd le azt a telefont, amit lehet, hogy nem kellene, de félek, mert nem olvas annyit a nagyfiam, amennyit én olvastam ennyi idősen, de nyilván nehéz, mert azt látja, hogy de mama, te is nyomkodsz, meg a papa is, és igen. Szóval ez nagyon nehéz dolog, hogy ez jó lesz, vagy rossz lesz, vagy mi ennek a jövő. Hát, olyan vicces egyébként, bocsánat, hogy mi félünk tőle, mert hogy alapvetően mindig azt szoktam mondani, hogy kik találták ki ezeket a dolgokat, mi x-esek. Tehát az internetet, a social networket, mindennek az alapját az X-generáció találta ki, és elkezdte nyomni a gyerekeket. Tehát azt hiszük, hogy a gyerekek burokba élnek. Mi vagyunk azok, a tudtam. De tényleg. Tudtam. Tehát ha azt gondoljuk, hogy a gyerek burokban él, és nem látja azt, hogy én otthon a telefonomat, hogy kell mondani, bizergálom, vagy játszok igen, vele. Igen. Akkor ez az vak, ha valaki ezt hiszi. Tehát, hogyha valóban az van, hogy a gyerekkel leülsz beszélgetni, akár úgy, hogy ott van a telefonod, már egy másfajta kapcsolódás, persze, már egy másfajta kötődés alakul ki zsírjebben. De azt látja, hogy az anya csillogó szemmel nézi, akár még a szoptatás közben is a mobiltelefonját, mert azért ez valójában, hogy a kapcsolódás egy mai modern Y-os anyának, azért valljuk be, az a net. Tehát egy Y-os anyának addig nem születik meg a gyereke, amíg nem posztoltak ki. A harmadiknál már én is így szoptattam, bevallom. Elsőt még nem. Igen. Hát ha már, addig nem történik meg, amíg nem posztoljuk ki. Most muszáj vagyok a jó szóra nézni, mint Y-os. Mert hogy igen, tehát ugye elolvastam Krisztián Pár anyagát, amit átküldött itt előtte, de meg hát máshol is, meg hát látom is a körülöttem élő Y-osokban, hogy valóban van egy olyan jelenség, hogy az van, amit kiposztolunk. És ugye te is rendkívül, és most azért szeretném azt előre bocsátani, és most már egy félig meddig előre, mert már beszélgetünk itt egy olyan 10 perce, hogy itt nem arról, itt mai estén nincs jó vagy rossz. Tehát, hogy itt most nem akarunk bélyegeket, meg ítéleteket egymásra sütni, nem az van, hogy fúj, az Y, az borzalmas, és az X, és hogy mi meg milyen öregek vagyunk, hanem egyszerűen érdekel, hogy ez hogy működik, pszichológiailag, hogy valami történik, és azt azonnal ventilálni kell, és valamilyen felületen ebből hírt kell csinálni. Mert én azt gondolom, hogy ha kiposztolom, és az emberek reagálnak rá, akkor azzal így vagy megerősítenek ebben, vagy igazából azt mondják, hogy ezt most így nem kéne. Tehát, hogy amikor egy történetet megosztok, akkor utána én tényleg várom azt, hogy így milyen kommentek jönnek, aztán utána persze kiakadok, hogy milyen ostoba kommentek jönnek. De hogy azt mondom, ugyanúgy, ahogy a gyerekeknél, és ezt én magamon vettem észre, hogyha elmegyünk táborba, akkor mindig az van, hogy egyfolytában lefényképezem őket. És ők ezt utálják. Tök érdekes, hogy utálják. És most már átszoktam arra, hogy nem én fényképezem őket, hanem azt játsszuk, hogy az az egyik feladat, hogy ők különböző helyszíneken készítsenek szelfiket. Mert akkor tudnak rá effektet tenni, meg eltakarni a félarcomat. Most ugye ez a divat, hogy úgy fotózunk, hogy itt csak a félarcunk van benne. De miért? Mert nem tudom, önbizalomhiány, vagy azt mondják, hogy ő neki ez a jobb profi, és akkor én elmondom nekik, hogy meg lehet nézni az én általános iskolai fényképeimet. Hát,
Tehát azt gondolom, hogy ez... Lehet, hogy ezért. Tehát ez mondjuk lehet, ebben lehet, hogy igazad van. De hogy akkor érted, nem volt az, hogy visszanézzük. Tehát én emlékszem arra, hogy nálunk a családomban ez egy ilyen játék volt, hogy a kis tekerős fényképezőgéppel fényképeztünk, és persze nem egyből elvittük előhivatni, hanem összevártunk 4-5 tekercset. És ilyen másfél évvel később gondolkodtunk, hogy na ez most hol készült, meg mind készült. És abban is volt valami izgalom. De hogy azt gondolom, hogy tényleg az van, nekem egyszer azt mondták, hogy aki nincs fenn a Facebookon, az valószínűleg nem is él. És ez egy elgondolkodtam, hogy basszus, akkor a nagyapám az már nem él. De hogy ők már így gondolják, tehát ők azt gondolják, és nagyon durva, tehát hogyha megfigyeled, ő nem rám megy az Elvira oldalára, és megnézi, hogy mikor indul X járat, hanem kírja a Facebookra, hogy tudja valaki, hogy. Tehát ilyen abszolút... És tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobban értenek ehhez, mint mi, de közben meg egy digitális analfabetizmus van, mert hogy csak létezik a Tinder, a Facebook, a Instagram. Ideleznek a tanítványai? Hogyne, persze. Hány évesek a tanítványai? Tudtam, hogy általános iskolában. 10-től 20-ig. Ja, hogy 10-től 20-ig. És hogy én ezeket például tőlük tanulom, mert kérdezték, hogy én vagyok-e Tinderen, és mondtam, hogy és mondták, hogy tök jó, mert hogy ezt mondta egy kisrác, mert hogy ott lányokat lehet húzkodni, és így mondtam, hogy ez egy jó oldal lehet. És aztán utána persze kifejtette, hogy ugye jobbra-balra kell húzkodni, hogy tetszik vagy nem tetszik, és mondtam, hogy ez így nem nincs vicces. Meg, én csak nézek Terire, a Tinder meg van, nem. Ez a jó van, mama, majd elmesélem ilyen... mozdulat volt. Tehát én például ezt is tőlük tanultam. Kérdeztem, hogy mi az? Ez mondd már el a ismerkedős... hogy mi az a Tinder. Megyek oktatásra hozzá. Ez egy ilyen ismerkedős csak oldal. Csak arra, ami érdekel. De nem, ami nem kávéval érdekel. Kezdik az ismerkedés. Nem, hanem tehát az, nem a kávés hogy látsz egy fényképet, megyünk. És eldöntöd, tudom, hogy jó vagy nem. Tetszik, akarsz vagy vele ismerkedni. Van egy ilyen könyvtár, kvázi, igen. Digitális könyvtár, amit meg tudsz nézni a telefonodon, és akkor embereknek az arcképe alapján, legjobb meg néhány nagyon nagy arcképe, hát ilyen szűrőzött, meg mindenféle jó beállított arcképe alapján el tudod dönteni, hogy érdekel-e az illető, és akkor vagy így csinálsz, vagy így csinálsz. Jó mondom? Lehet, hogy nem jó mondom. Vagy balra húzod mert, hogy ez csak az a baj, nem hogy én már mindegyikre így csinálnék. De megmondom, de hogy miért. Nem. De várjál, ez nem azért, mert a korom miatt, hogy nem érdekel segít, de igenis mindenki érdekel. De én nekem egyszerűen ő már csak a személyes kontaktus. Tehát ha én téged látlak a selfie, vagy nem tudom, valami képen, akkor egész másképp, talán nem is vagy szimpatikus. De így, ahogy mondod, érted, ahogy mozogsz, egyszerűen így a szívembe zárlak. Tehát ennek a... Nagyon szépen köszönöm. Ez azért jó, mert én nekem nincs, és nem olvasom el a kritikákat. Úgyhogy mindig van egy barátnőm, aki másnap reggel fölhív halálosan, idegesen, hogy erről ezt írták, arról azt írták, minket jól letoltak, és már el van rontva az egész napja. Nekem nincs, mert nem tudom elolvasni a izét. Ez egy menekülés különben, ez egy furcsa dolog. Lehet, hogy nekem a korosztályomnak a menekülése, de én ettől úgy félek. Tudod, megértem, amit csinálnak, és mégis félek. Nekem baj, kell hogy a... én is vagy. Akkor... Nem, az jutott eszembe, hogy ugye a terék generációja még volt hova menekülni. Hogy nekünk már nem biztos, hogy van hova menekülni, főleg, hogyha fönn vagyunk mindenféle felületeken. Hogy Lili, te ugye, mint X-es, például a kritikákhoz, hogy viszonyultál fiatalkorodban, meg most, amikor elkezdted a pályát, akkor talán még nem volt ekkora kitettség a véleménynek. Most viszont már ömlik ránk mindenhonnan. Tehát, hogyha... Ja, hát teljesen más volt. Tehát vártuk, hogy kijöjjön az újság, és jaj, megvegyem. Most meg rögtön fönn van a neten, és nézem, hogy mit írnak a darabról. Sőt, én is posztolom, itt szereplek. Tehát, hogy ebbe én is belementem, mert azt látom nyilván, hogy más is ezt csinálja, és ennek van sok pozitív előnye. Nem tudom még a negatívat. Mondom, én inkább a gyerekek irányába félek, amikor azt mondja a 11 éves, hogy ő már Facebook és Instagramot szeretne. És akkor én el kell mondjam, hogy azt miért ne kellene neki még csináljon, mert az ugyanúgy volt, hogy az utolsó volt az osztályban, aki okostelefont kapott, mert mamám régi levetett senior telefonjait adtuk neki, hogy elérjük, és azt mondta, hogy ez már olyan ciki, hogy mindenki azt mondja, hogy mivel jár kell, úgyhogy megkapta, és hát az lett, amitől féltem, hogy be is szippantotta, hogy állandóan játszik rajta.
Szilvi, de nálad, neked ez bocsánat. Már természetes, ugye? Teljesen. Jó, akkor legyen először Csenge, és utána Szilvi, mert hogy a Szilvi majdnem, hogy annyi időseket nevel, mint amennyi a Csenge, úgyhogy az, az is egy érdekes, hát jó, majdnem, Szilvi, majdnem. Szóval Csenge nálatok, tehát nálad már, nálatok viszont már a Facebook már nem annyira, tehát az nem már annyira nem menő tulajdonképpen. Azt tehát oda már menekültök, mert ott vannak mert a szüleitek, fent, nem? Mert mama is fent van, igen, és akkor inkább Instagramon posztolgatunk meg most. Igazából most érzem azt, hogy néha kicsit y-os vagyunk, inkább midzés, mert ez a Snapchat dolog, ahol ugye tulajdonképpen pár másodperc alatt eltűnik a dolog, és kutyás filtereket, meg mindenféle cuki virágkoszorút kapnak a lányok, akik oda felszelfiznek. Így tulajdonképpen már kicsit öregnek érzem magam néha én is ehhez az egész dologhoz. Ó, te szegény. De tulajdonképpen én is az osztályomban utolsóként kaptam okostelefont, vagyis magamnak vettem, mert megspóroltam rá a pénzt, és még én is gombos telefonnal kezdtem, szóval tudom, milyen az, amikor bepötyögni kell egy hát hosszú tényleg nagyon öreg vagy, ne haragudj. De hogy ez az egész, ez most csak egy pillanatra én a Snapchatnél le vagy. Nekem a 12 éves lesz a lányom októberben, tehát 11, nem öregítem. És egyetlen egy felületen van fönt az Instagramon, de abszolút nem nyílt a profilja, tehát csak az, a jelölheti be, akit ugye jóvá hagy, stb. De hát, hogy a fülünket szanaszéjjel rágja a Snapchat miatt. És az apja például azon van egy kicsit kiakadva, hogy ez az a generáció, ahol a telefonnak például az alapbeállítása nem az, hogy lefotózod a világot magad körül, hanem hogy, tehát, hogy a selfie kamera az az első gondolat, ami, tehát hogyha megfog egy kamerát, akkor maga felé fordítja, az az alapbeállítása a gyereknek, hogy azonnal magát fotózza bele a világba, és nem a világot. Igen, és szerintem fotózza. Sajnos erre fele fogunk elmenni, hogy amit itt Jocó bácsi is kifejtett kicsit, hogy... Egész eddig tegeződtünk, csak mondom, de nagyon szép, hogy semmi gond nincs. Olyan aranyos tetszett szerint, fejteni Jocó bácsinak. Idén érettségizik, és meglát egy tanárt, és összetolja magát, de semmi gond nincs. Félek az érettségitől, na. Szóval tulajdonképpen szerintem erre fogunk elmenni, és mert nagyon fontos a reflektálás, nagyon... Érdekel minket, hogy hogyan látnak minket a világban, és az jó, hogyha pozitív visszajelzést kapunk, a negatív kritikáktól pedig lehet, hogy kicsit magunkba fordulunk esetleg, és szerintem nagyon erre fog elmenni ez az egész selfizős dolog. De ez külső, ez mind külső. De eddig is ez volt. Tezsi? De eddig is ez volt, hiszen amikor az újságban megjelent egy kritika, az a színész reggel elment és megvette az újságot. Na de csak, én 12 évesen nem ezt csináltam, 12 évesen egyáltalán. Jó, persze. Tehát hogy én nekem igen, ez a bajom, érted? Már később, de ugye ezek 10-12 éves gyerekekről beszél. Annyira egyébként, annyira logikusan alakulnak ki a generációk, és azért akarok Krisztának a gondolatára. Utána muszáj leszek a Szilvitől kérdezni, de mond. Ennyi. Nem, mond, annyira magázodjunk. Nem. Csak tényleg egymásra tetsz. Tehát, hogy annyira logikusan alakultak ki a generációk egymás után, és hogy amit te mondtál, rád akartam kapcsolódni, úgyhogy nem rosszak mondok. Mondd csak. Hogy tényleg nem rosszak az ések, vagy az alfások, vagy az y-osok, csak egyszerűen egy idősebb szemmel mindig a ti kérdésetek is ugye ez volt, hogy régen minden jobb volt. Egész egyszerűen, amiben felnövünk fiatalként, az mindig jó, mert akkor vagyunk fiatalok. 20-30 évesen minden jó. Utána 40 fölött már elkezd minden rosszabbodni. És hogyha azt látjuk... Nem értem, miről beszélsz. Igen. És hogyha azt látjuk, hogy az nálunk fiatalabbak máshogy csinálják, mint hogy mi csináljunk, tulajdonképpen megbántják a mi fiatalságunkat, amit annyira szeretünk. És onnantól kezdve, hogy az y-osok, meg az ések, meg az alfások olyan dolgokat csinálnak, amit nem értünk, vagy nem tetszik, akkor megsértődünk, és elkezdjük támadni, ahelyett, hogy megértenénk, hogy mi történt, és mi az, amiben mi ehhez kapcsolódni tudunk. Ők nem tudnak hozzánk kapcsolódni, mert gyerekek. Csak a felnőttek tudnak hozzájuk kapcsolódni, és hogyha nem megyünk le y-ba, vagy z-be, vagy alfába, tulajdonképpen elveszítjük őket. Én egy Snapchat-et gyorsan akkor este még föl. Igen, még nem tudom, hogy... Nem, azért nagyon jó, hogy mégis közbeszóltál, mert pontosan ezt akartam a Szilvitől kérdezni, szóval köszönöm, tényleg, hogy szólj közben máskor is, hogy az Anyapara blogon, ugye ezt mondtam neked, hogy egyrészt nem tudom, ismeritek az anyaparát, tehát, hogy mindenkit, akinek kamasz közeli gyereke van, kötelezően előírnám a blogot, mert Szilviék, amit csinálnak, szerintem egyszerűen hiánypótló. És ez az állandó aha élmény, ez a folyamatos bólogatás, és
csak gratulálni szeretnék, de nem ez a kérdésem lényege, hanem az, hogy volt tegnap este, hogy készülgettem, olvastam az egyik írásodat, amiben pont a kommunikációról volt szó, arról volt szó, amit a Krisztián mond, hogy elvárhatjuk-e a gyerekeinktől, hogy ők kezdjenek el a mi nyelvünkön kommunikálni, vagy mi, mint a szüleik, mint felnőtt emberek, kellene, hogy megértsük azt, hogy ők hogyan kommunikálnak, és az ő nyelvüket használva megtalálni hozzájuk az utat. Egy kicsit olyan ez, mint ez a szeretett nyelvesdi, ugye? Csak az ugye nem generációk, hanem embertípusok alapján osztódik be. De hogy ez egy nagyon érdekes dolog, amit írtál erről. Elmondod, hogy ezt hogy látod meg? Hogy működik ez nálatok a fiúkkal? Szerintem 40 felett is minden jó, de csak szeretném mondani, visszacsatolni az előzőekhez. Én azt gondolom, hogy mindenki kommunikáljon a saját nyelvén. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember ilyen 45 körül kommunikál. Tehát, hogy úgy, ami az ő, ami neki jól áll, vagy ami őszinte, vagy nem tudom, az a nagyon fontos talán, vagy én úgy látom, hogy nem kell befeszülni ezeken a kamasz, nem tudom, applikációkon, meg kommunikáción, meg nem tudom micsodán. Egyrészt azért nem, mert egy kicsit az ember, ha belegondol, hogy anyáink meg apáink is állandóan be voltak feszülve, nem? Hogy beszélsz, hogy miért nem köszönsz, hogy mit rázogatod a vállad, nem tudom micsoda. Ami ugyanúgy megvan, csak mellé jött ez a furcsa dolog, hogy az egyik gyereknek, nem tudom, van Facebook oldala, de például úgy használja, 17 éves, hogy egyáltalán nem csinál rajta semmit, csak nézelődik. És szóval, hogy így semmit nem csinál, tényleg. A másiknak nincs, neki Instagramja van, ő meg mindenkit lájkol. De mindenki. Tehát múltkor láttam, hogy megmutatta, hogy ezt pedig én úgy érzem, hogy én elég jó vagyok ezekben a munkámnál fogva, ezekben az online dolgokban. És megmutatta, hogy ha kétszer rámegyek, akkor szív. Nekem is az most mutatta meg annak. És nézem, igen. Mert hova mész kétszer? Tehát az Instagramnál ott van a szív. Ja, hogy úgy szívezed, hogy kétszer. Hogy tetszik, hanem pöpö. És látom, hogy ő... Nekem is megérte ma este eljönnöm. Nagyon durva. Nagyon durva. És látom, hogy mindenkit lájkol. De mindenkit, mert úgy nyílt a... De direkt, nem véletlen. Sportolók, mindenki. Hogy? De nem véletlen, hanem direkt mindenkit duplázz. És érzem, hogy mondom, Kopi, ez neked tetszik? Persze. És akkor minden. Tehát, hogy ez két szélső érték egy picit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nyitottnak kell lenni. Egyébként mindenben is. Pláne így 45 felé. De a kommunikációban meg különösen. És akkor már nem annyira fájdalmas, hogy az ember, mert mi is kütyüzünk, meg nekünk is ott van az okostelefon, meg egyébként egy csomó jó dolog, csomó dologra alkalmas, hogy megnéz. Nyilván szerintem el kell fogadni, hogy ezt csinálják. Ez tök jó, viszont ezért csak anyaparának hívod ezt a blogot. Szóval akkor ezt tisztázzuk, hogy jó, írjátok két éve most már blogot, és nyilvánvalóan ez valamiféle terápia is, hogy az ember, amikor ki tud mondani, le tud írni dolgokat, akkor rendszerez magában, és helyére kattannak esetleg a szorongásai, vagy relativizálódnak, de azért csak anyaparának nevezted el. Miért? Igen. Hát ezért. Tehát, hogy de miért? Ez az egész dolog abszolút ebből a, hát nem kényszerből, de tulajdonképpen ebből jött, hogy van két kamasz fia, nagyon szeretek írni, és hogy egy csomó dolog felmerült bennem, amit nem tudtam megbeszélni mondjuk a barátnőimmel igen, meg mondjuk a család szűk kör, de nem az volt, mint régen, hogy az ember lement a játszótérre, és akkor ott kakilt, nem kakilt, fáj a hasa, nem fáj, és akkor ott vadidegen emberekkel gyakorlatilag megosztottam, hogy mi történik. Ugye ilyen nincs, mert az ember egy kicsit már szégyeli, mert mondjuk egy 18 éves lányról vagy fiúról beszélgetni, hogy most nem tudom, nem jön be, akivel jár. Szóval az már hogy közelebb van, tehát akkor már az olyan ciki, mint arról beszélni, hogy most ma nem kakilt. És akkor így arra gondoltam, hogy ugye online tudunk beszélgetni, mert nem tudunk máshogy. Már úgy értem, hogy online tudom megosztani azokat a tartalmakat, és majd várom, hogy tulajdonképpen azt vártam, hogy tök sokan írnak, ami többé-kevésbé be is jött, és akkor ő is elmondja, hogy neki is ez a baja, nekem is ez a bajom, jaj, de jó. És olyan érdekes ez, hogy amikor elindult a blog, akkor arra gondoltam, hogy mit csinál egy jó kutató, csinál kutatást. Csináltunk is egy kutatást, reprezentatív kutatást, és az volt az egyik kérdés, hogy ugye mindenki volt kamasz, tehát nem kellett nagyon szűrni a célcsoportot, hogy mi az, ami hiányzott kamaszkorában, tehát mire emlékszik, hogy mi az, ami. És ugye ilyen nyitott kérdés, ezt jó kutató nem tesz fel szinte soha, hanem megadtunk egy csomó szempontot, hogy mi. És akkor ilyenek voltak, hogy kevés pénzt adott, vagy... Hát ugye magam, hogy mondjam, kiindultam, hogy mi az, ami a kritikát...
hogy miért csak ennyi a zseppénz, vagy hogy keveseltem, vagy valahogy így volt, most nem tudom idézni, meg ilyenek voltak, hogy keveset tanult velem, nem jártam nagyon külön órára, keveset beszélgettünk, hasonló. És elég magas arányban az egyik jött ki, hát nem a zseppénz, hála az égnek, hanem, vagy nem is tudom, hogy hála, mert ez egy ilyen egyszerűbb dolog, hanem az, hogy nem beszélgettek velem. Tehát azt mondták, azok az emberek, akik a felnőtt lakosság, vagy mondjuk mit tudom én, a 30 plusz, hogy az volt a legnagyobb bánat egy utólag kamaszkorával kapcsolatban, hogy nem beszélgettek vele, hogy olyan érdekes, hogyha majd megcsináljuk ezt a kutatást, nem tudom, én leszek 90 éves, híres kutató, hogy akkor mit mond az a generáció, az alfák, hogy mi az, ami hiányzott, hogy mit, anyám nem beszélgetett, az kizárt. De hogy nem lájkolt, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez azért nagyon, nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy... Hát most muszáj a csengére néznek. Neked milyen hiányérzeteid vannak? Tudom, hogy itt van anyukád, és ne haragudj, hogy ilyen helyzetbe hozol. És tudom, hogy azt mondta, hogy ne legyenek cikiszorik, de hogy most tök őszintén. Te hogy válaszolnál egy ilyen kérdésre? Igazából szerintem nálunk otthon nagyon harmonikus a családi kapcsolat, és nem csak azért mondom, mert itt ülnek az első sorban, és nagyon figyelnek. De tényleg én, vagy lehet, hogy az évek is megszépítették, de én nem nagyon tudok visszaemlékezni, úgyhogy valami... Az évek meg a rutin. Nagyon... Igen. Nagyon komoly konfliktus lépett volna fel köztünk. Elengedtek bulizni, mondták, hogy ne igyak sokat. Zseppénzt is kaptam azért rendesen, tehát úgy mindig volt pénz vodka szódára, vagy bármire másra. És igazából azt látom, hogy a húgommal sokkal inkább meggyűlik a bajjuk anyáéknak, mint... Ő is itt van, mesélj. Nem tudom, talán kicsit zárkózottabb, mint én, és így azt a közös nyelvet megtalálni sokkal nehezebb otthon talán. De azt sem mondhatom el, hogy nem beszélgettek velem, mert mindig megkérdezik, hogy mi volt az iskolában, aztán így semmi. De szóval bennem nincsen úgy tulajdonképpen hiányérzet. Vagy most így nem jut eszembe. Csak nyitok egy zárójelet, hogy lesz lehetőség kérdezni, és hogyha valakiben felmerül bármi, akkor most nem fogjuk eljátszani ezt az interneten kérdezést, mint múltkor, mert múltkor nem volt térerő, és akkor egy kicsit ez így besült, hanem egy nagyon klasszikus, ilyen X-generációs módon szemtől szembe jelentkezni kell, és adunk egy mikrofont. Tehát ez lesz majd a kérdéseknek a menete, de majd, csak úgy akartam szólni, hogyha valakiben véletlenül felmerül. És még valamit elmulasztottam itt az elején, ugye ezek az estek mindig úgy jönnek, ez most csak egy ilyen, hogy szusszanni tudjatok a következő kör előtt. A reklámhelye. Hogy? A reklámhelye. Ez itt a reklámhelye, pontosan egyébként, mert hogy tökre örülünk annak, hogy úgy tudunk ide titeket meghívni, hogy nem kell belépőt fizetni, és remélem, hogy nem csak ezért vagytok ilyen sokan, hanem azért is, mert szerettek minket, mi pedig titeket, de hogy mindig vannak ilyen szponzoraink, illetve támogatóink, és a mai estének van egy tematikus szponzor, az pedig az NN biztosító, úgyhogy nekik is szeretném megköszönni, hogy meg tudtunk titeket hívni, mert persze lehet tapsolni, sőt, köszönöm szépen, hogyha megtapsoljátok őket. Az egész Hello VMN rendezvénysorozatnak pedig a Volkswagen a névadó szponzora. Na, zárójel bezárva, de ez nagyon fontos volt, hogy el tudjam mondani. Krisztián, egyébként most úgy így hallgatva a különböző generációknak így a visszacsatolásait, van új a nap alatt, szerinted? Tehát, hogy ugye mondtad azt, hogy kicsit szűkítem a kérdést, hogy köszönöm, vagyis hogy szívesen. Tehát, hogy említetted itt azt, hogy megkérdeztük azt, hogy régen minden jobb volt-e. Ugye szoktunk mindig bemelegítő kérdéseket feltenni, ami a VMN-en megjelenik. Ugye 5 rövid kérdés, 5 rövid válasz a beszélgető társainkkal, és valóban az egyik kérdésünk az volt, hogy hiszel-e abban, hogy régen mindig jobb volt, mert ez egy ilyen klasszikus. Régen minden jobb volt. Engem az érdekel, hogy nem, hogy jobb volt-e, hanem, hogy más volt-e régen mindig, vagy újra és újra ugyanazt, nagyjából ugyanazt éljük át, csak máshogy éljük meg. Azért fura a mostani világ, és azért foglalkozunk olyan sokat a generációkkal, mert tényleg más. Most annyira más, amit hát megint ugye vissza kell utalnom a néhány évtizeddel ezelőtti gyakorlatokhoz, vagy amit Teri is mondott, hogy ő mennyivel könnyebben tud memorizálni dolgokat, hogy ebben a játék mennyiben segít meg a mese. És hogyha neked nem adatik meg gyerekkorodban, hogy te fizikailag játszál dolgokat, akkor egész egyszerűen az agyadban blokkolódnak bizonyos dolgok. És a mostani gyereknek egyszerűen nem adatik meg.
Azért, mert annyira sok mindennel vannak körülvéve, hogy mindig azokkal a dolgokkal foglalkoznak, ami számára a legnagyobb izgalmat hozza. És egy fakocka nem fogja tudni a legnagyobb izgalmat hozni régen, akár az én gyerekkoromban, már ott már voltak varcjátékok, ezt Csenge nem tudja, hogy mit jelent, de volt. Tudod, mit jelent? Nem, tényleg nem tudja. Tényleg volt. Elképesztő. Pedig tényleg volt kvarcjáték. Ki tudja, mit jelent a kvarcjáték? Dinoszauruszok játszottak vele. Uha! Én is tudom. Meg kvarcóra, meg ilyen érdekes dolgok. De hogy alapvetően a dobókocka, vagy dobókocka, az építőkockával való játék a nonverbális időszakban, tehát amíg a gyerek nem beszél, az ember nem beszél, a nonverbális időszakban az agyra, a nyelvképző központra hat iszonyatos erővel, tehát aki nagyon sokat játszott építőkockával nonverbális időszakban gyerekkorában, sokkal könnyebben tanul meg nyelveket, sokkal jobban tud beszélni. Ha te nonverbális időszakban Szezám utcát nézel, ami egyébként egy nyelvoktató műsor, semmilyen szinten nem hat a te nyelvi központodra, viszont a térlátásodat és az egésznek az átlátását megkönnyíti. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami valóban pozitívan hat az emberi agyra, legyen az építőkocka vagy Szezám utca, de máshogy. És ez igenis az online világ és a digitális világnak a változása, tehát nem ugyanaz történik, ami történt néhány évtizeddel előtt, csak másképp, hanem gyökeresen más. És ezért van egy ilyen evolúciós változás az emberi létben, és egy hatalmas gap az emberi társadalomban, nagyjából az Z-generáción túl, és az Z-generáción innen, mert az Z-generációtól kezdve, és iszonyatosan szimbolikus egyébként, aki kitalálta a generációkat, hogy van egy Z-generációnk, és elindul újra az ABC előre egy alfával. Tehát lezáródik valami az ésekkel, és elindul egy újabb. És hogy mi fog elindulni, azt nem tudjuk. Két irányzat van. Van egy pozitív irányzat, aki azt mondja, hogy megmentik a Földet, és van egy negatív, azt nem mondom, hogy mit csinálhat. Elpusztítják a Földet. Elpusztítják a Földet. Az alfa generáció fogja elkezdeni a Föld pusztítását. De szerintem azt, egyébként az első, én arra tippelek, nem? Egyébként igen. Én is arra szavazom. Maga a digitalizáció és a globalizáció olyan szinten hat az alfásoknak az agyára, hogyha valaki lát, vagy megéli 2-3-4 éves gyerekekkel, hogy mennyire másképp bánnak az állatokkal, vagy a környezettel, mint az idősebbek. Hát én a gyerekkoromban, Isten bocsássa meg, de én a gyerekkoromban olyanokat játszottam, hogy vidéki gyerek. Most? Vidéki gyerek vagyok, hogy szépet mondok, tehát mit tudom én, a békáknak cigit adtunk, és akkor fölfújódik a béka, és fölrobban. Hogy összeszedtük a katicabogorakat, meggyújtott. Tehát, hogy ez az agresszió a gyerekekben benne van, hiába mondjuk azt, hogy a mostani gyerekek sokkal agresszívebbek. Nem, csak másképpen működnek. És alapvetően a mostani gyerekekben ez a globális látásmód, a globális elfogadás, ami egyébként a digitalizációnak az eredménye, egy nagyon jó hatással van ezekre az új generációkra. És ami még nagyon érdekes, ha mondjam, vagy hagyjam abba? Még az, ami még, és utána majd a pont után majd így bejelentkezem egy kérdésre. Ami még nagyon érdekes, csak hogy én mindig próbálom védeni az új generációkat, hogy a digitalizáció és az új generációknak az összefüggésnek egy nagyon-nagyon jó és pozitív hatása, hogy az Z-generációtól fiatalabbakat megtanítottuk boldognak lenni. És ez egy nagyon-nagyon nagy szó. Az én nagymamám, veterán nyilvánvalóan, mindig amikor elmentünk, igen. Nagyon építő volt szegénykém, amikor elmentünk hozzájuk vasárnapi ebédre, nagy család, jó nagyokat röhögtünk. És szegény nagymamám ült a sarokba, így bólogatott, és hát, meg lesz ennek a böjtje. Fogtok ti még sírni. Meg is lett a böjtje. De hogy egész egyszerűen a korábbi generációkban benne volt nyilván történelmi, benne kellett lenni, és akit mélyebben érdekel, az menjen fel a honlapunkra, a hatgeneráció.com-ra, mert ott egy csomó mindent el tud olvasni ebből kapcsolatosan, hogy promozzam én is. Zárója bezárva, igen. De hogy alapvetően tényleg nem tanították meg a régi generációkat boldognak lenni, és a mostaniak meg tudnak. Tudod, miért ült a nagymama a sarokba? Mert akkor már félig meddig olyan mocskos jópofán beszélgettetek nyilván, kicsit káromkodva, ami neki idegen volt. Ne. Ezt hidd el nekem, de. Ne. És erre volt az, hogy meg lesz ennek még a böjtje. Na, meg is lett a böjtje. Na most azért egy picit mondanék valamit, a Csenge után akartam mondani, hogy mikor én 14 éves voltam, borzasztóan emlékszem, érdekes a kamaszkoromra, és kollégiumba kerültem Pestre 2 évig,
után anyuék fölköltöztek. És engem például úgy érintett meg először a szerelem és a férfi lét, hogy hiányzott az anyukám simogatása. És akkor voltak ilyen sulibulik, és akkor én a férfi nemmel úgy találkoztam először, hogy amikor fölkértek táncolni, és egy ilyen kamasznak a keze megfogta a kezemet, én nekem az volt az első szexuális találkozásom a férfi nemmel. Ezt azért mondom el, mert a mostani nyitott világban ez a rengeteg, mondhatnám pornográf, én egyszer azt mondtam, hogy ha én erről akkor tudok, esküszöm apácának megyek. Tudnék, sokkal jobb a felfedezés, a titok, az ismeretlen, mint hogy szembesülök vele mondjuk egy nagyon bonyolult képlettel, no, ezt én nem tudom megcsinálni, föl is adom. Most ezt én ilyen öregesen mondom, ezt az egész szexuális dolgot, de mindenki hiányolja azt, hogy hol van az a titok, az a remegés. És én bennem még mindig a leggyönyörűbb titok azt tart ilyen fiatalon, 75 éves koromban. Nem azért, mert éppen a szerelmemmel ülök kéz a kézbe, de a szerelem mindig körülvesz, és ez az én generációmban egész biztos, hogy megmarad. Annak a szépsége, annak a romantikája. Az én barátaim ki voltak kelve az a Kalifornia államtól, de ilyen hülyeséget elvittek moziba, és olyan idegesek voltak, én ezt nem lehet bírni, én meg. Jaj, nedves lett a tenyerem, és mikor nekem fogta meg. Jaj, hát gyönyörűség. Szóval ez a különbség, és ez azt hiszem nagyon sok szempontból igencsak izgalmas, és van egy érzésem, hogy ezek a nagyon komoly pénzemberek Amerikában vissza akarják egy picit csempészni azt a titkot, hogy mi ez az, amikor a nőnek a feneke alá tolnak egy széket, tehát meg se kell érinteni, csak maga a mozdulat. És hogy ez egy picit jöjjön vissza, mert ez izgis volt, bocsánat. Nem, dehogy, ne kérj bocsánatot, nyugodtan, szabad, persze. Egy kicsit most mindannyian arra vágyunk, hogy a fenekünk alá toljanak egy széket, mondjuk. Már a Nem, kivéve. Én inkább alá tolnám. Jó, hagyj. Tudtam. Na, hogy viszont Csenge, hogy kicsit azért megszólítottál, hogy így, hogy elveszett a titok? Vagy van titok? Vagy hol van a titok nálatok? Igazából én most kicsit rokonlelkűnek érzem magamat Terihez, mert a Kaliforniában én is így olvadoztam, hogy úristen, de aranyosak. Szóval szerintem, hogyha az ember szeretné megtalálni ezt a titkot, vagy titokzatosságot, akkor az úgy ott rejlik egy-egy pici mozdulatban. De aztán itt van ellen példaként a Tinder, hogy tényleg kiteszik a cicijüket a lányok, és akkor azért húzzák őket jobbra, mert nagy a cicije. De szerintem, hogyha az ember szeretné jobbra, az a jó, akkor... ugye? Én úgy tudom, de nem vagyok fent a Tinderen, szóval szápoljatok. Nem. Jocó bácsi, esetleg? Megerősít. Én nem tindereztem még soha. Elmesélték a gyerekek, hogy ott kell húzkodni. Igen. Én is ezt mondom tanár úrként. Szóval szerintem, hogyha az ember szeretné megtalálni, akkor ez még úgy most is ott van a dolgokban. Vagyis remélem. Meg én így próbálom megélni a dolgokat, meg ezeket a pillanatokat. Szóval nem hiszem, hogy elveszhettek lennénk. A fiúknál ez hogy van? Mert a Csenge az ugye lány. Igen. Igen, szóval nem látom. De a Szilvire nézek először. Igen, tehát ugye Szilvi fiaira gondolok, mint korosztály. Szerintem úgy van, amit látnak maguk körül. És ez most nem feltétlenül a kortársakra gondolok, hanem inkább a család. Tehát, hogy szerintem ahol azt látják, hogy két ember, mondjuk az apjuk, vagy az apjuk és az anyjuk, jó esetben egyébként, meg az anyjuk, meg valaki, az apjuk, meg valaki, az összes verziót elmondtam? Igen. Tehát, hogy nehogy valaki, hát az elváció. Tehát, hogy szeretik egymást, meg van egy szeretett nyelvük, meg nem tudom. Tehát attól még, hogy megnézi a pornót, mert mondjuk megnézi egy filmet, ami gyereknek való, és feljön 66 kép erről, és nem tudom. Tehát, hogy nincsenek illúzióim, hogy nem nézett soha, és nem tudom. Attól még, amikor helyzet van, akkor én azért nagyon remélem, és most a nagyobbik nem, nyilván nem fogom elárulni a részleteket, mert tényleg kinyír, besenger. Persze nem megtartozik. Hogy attól még, tehát hogy ott van az, amit ő lát, vagy amit úgy elkap az anyjától, meg az apjától, hogy hogyan szereti azt a valakit. Szóval, hogy
Én ettől nem félek, vagy én most ebben egy megpróbálok kicsit ilyen magabiztos lenni, mert nem tudok más tenni, mert különben azt gondolom, hogy a gyerek az bornosztárokkal kell, fekszik, és állandóan csak arra gondol, hogy nem tudom, tizen akárhány évesen, és közben meg nem. Tehát, hogy én ilyen nagyon optimista vagyok. Hallom, optimista és magabiztos. Igen. Mert hogy nem tudsz, mert akkor megőrül az ember, hogyha nem azt gondolja, hogy. Csak úgy nem tudok nem megint Feldmártól idézni, mert hogy ő azt mondja, hogy a tizenéves az egész addigi szülői teljesítményünk görbetükre. Így van. De ezzel te egyet érted? Én nagyon. Ez egy kökkemény. Én nagyon. Tehát, hogy akkor nagyon. Gyakorlatilag amit addig tettél, már nem tudsz mit tenni, igen. Egyszerűen tart eléd egy tükröt. Tizen hányról beszél? Tizen plusz. De hogy meddig lehet tenni, csak hogy... Hát ő azt mondja, hogy olyan az első néhány év, 6 év, igen, vagy valami ilyesmit igen. Mond fel. Tehát, hogy igen, hogy én nagyon egyetértek a Vekerdi tanárúrral, ő tényleg egy igazi tanárúr, nem úgy, mint te. Köszönöm. Hogy ugye ő azt mondja, hogy hagyni kell a kamaszt, és hogy ez egy ilyen időszak, mindenki hol hallotta, látta, olvasta, nem is tudom őt idézni szóra, úgyhogy nem, inkább nem mondom. Felújítás miatt zárva azt mondja. Igen, viszont én azt gondolom, hogy bár nem vagyok pszichológus, vagy nem tudom, hogy ez a görbetükör, én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy ahogy úgy feleszmél, és gyakorlatilag ellentmondhat az anyjának, meg az apjának, hogy egyáltalán megfordul a fejébe az, hogy amit ugye mondtunk neki, hogy vedd fel, tedd le, edd meg, vidd ki, mit csinálsz, nem tudom. Tehát, hogy csak egyszer megfordul a fejébe, ilyen 12 körül, 11, 10 éves, valahogy így. Szóval, hogy az a mi tükörképünk. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen óriási, és az ember ez ellen lázadhat, meg rugózhat a barátnőivel, hogy milyen szemtelen, hogy hazudik, hogy nem tudom. De hogy ez szóval, hogy ez abszolút a mi hibánk, vagy a mi sarunk, tehát ez 100%-ban. Beleszólhatsz, igen. Nagyon nehéz helyzetben vannak most a fiúk, mert hogy egész egyszerűen, amit Szilvi mond, hogy a minta az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a mostani fiúknak nincsenek férfi mintáik, vagy nincsenek klasszikus férfi mintáik, és Csengés talán erre utalt valamennyire, de egyébként női minták sincsenek, de a fiúk sokkal rosszabb helyzetben vannak az Z-generációban. 1990-ig a színes magazinokban nem nagyon jelenítették meg a férfi testet, mint szexuális szimbólumot. Ma arányaiban több 60% fölött van a félmesztelen vagy mesztelen pasiknak az aránya versus félmesztelen-mesztelen nők aránya az újságban. Tehát a férfi ség tulajdonképpen a mostani fiatal gyerekeknek, amit Lili mondott egyébként, hogy de miért a külsőség? Azért, mert a környezet, a világ azt mutatja, hogy a te férfiséged az a külsőségedbe fog megjelenni. Mert az amerikai prüdériával azt értük el, hogy a nők nem merik a szépségüket mutatni, a fiúk viszont igen, állandóan gyúrják magukat, félmeztelően mutogatják magukat. A fiatal kicsi gyerekek nyilván azt látják, hogy az igazi férfi mitől férfi? Attól, hogy szép. Az én apám, tehát az előző generációnak a kozmetikai szettje, az egy félnyelű műanyag fésű volt a fal zsebében. De ő is azt gondolta, hogy szép, nyilvánvaló. Igen, egyébként tényleg. Meg egy bac spré, vagy bak, nem tudom, hogy kell mondani. Bac, jó lesz. Ez volt az egész szettje. Hazamegyünk. Az unokaöcsém, a 19 éves unokaöcsémnek a kozmetikai szettje pedig veri a feleségem kozmetikai szettjét, pedig a feleségem nagyon szeret magára adni és ilyen dolgokba belemenni. Tehát egész egyszerűen a mostani fiúknak a férfiassági mintája köszönő viszonyban nincs az apáknak a férfi mintájával, vagy a nagyapáknak a férfi mintájával. Tehát ebből a szempontból a Z-generációs fiúk nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Ezért nem tudnak udvarolni, ezért mennek oda nehezen a lányokhoz, mert máshonnan jönnek ezek. És egyébként azért van az, hogy jelenleg arányaiban több Z-generációs fiú jár kozmetikába és fodrászhoz, mint lány, és iszonyatos módon nő. Ez is tény. Igen. Iszonyatos módon nő a plasztikai sebészetre járó fiúknak az aránya az Z-generációban, 18 mínuszban. Szilvi, ezt árnyaná? Hogy lehet küzdeni ez ellen? Apa modell, vagy hogy? Igen. Igen. Vidd magaddal a gyerekeket kozmetikushoz, vagy ne vidd, vagy nem tudom. Az nem hiszem, hogy jó irány, hogyha a fiút elviszi magával. De te miért baj az egyébként, ha egy fiú kozmetikushoz jár? Nincsen baj, nem mondom, hogy baj, csak hogy egész egyszerűen a kicsit feminizált fiú kép, mert klasszikusan ezek feminim jellegek, hogy szépség, mert megint a nagymamámmal jövök szegény, azt mondta, hogy 100 kiló alatt egy férfi nem férfi, ezt én hozom is, mert ő ezt megtanította nekem. Meg egy fokkal, nem kell tapsolni ezzel, nem kell.
meg egy fokkal legyen szebb az ördögnél. Tehát ilyen mondások voltak. És egyébként az elmúlt évezredek során a férfinak nem volt dolga a családba, ő volt az anyagbeszerző. Neki nem kellett semmi más csinálni a mai kor férfiétől. Azt várjuk el, hogy dolgozzon, hozzon pénzt, védje meg a családot. Ha benéz egy őzik az ablakon, együtt sírjon anyuval. Lassított felvétellel fusson szemben egy pipacsal a szájával a tengerparton. Mielőtt még nagyon megsajnáljuk a férfiakat, most hagyd tegyem oda mellé, hogy mit várunk a nőktől. És mióta? Tehát, hogy mondják el a nők. Senkinek sincs szerintem ebben az átprogramozós diban senkinek sincs könnyű dolga. De Szilvi már régóta akarja ezt itt árnyalni. Igazából nem akarok nagyon vitatkozni, mert nem. De nyugodtan. Csak szerintem nekem egy kicsit ez a bezzeg régen. Tehát, hogy most akkor tényleg azt mondjuk, hogy mi X-ek vagyunk? Az X generációs pasik, azok nagyon jó pasik, nagyon jól udvarolnak, tudják, hogy mi tényleg. Szemben az ével, aki már úgy születik, hogy tehát, hogy szerintem nem. Tehát, hogy most tényleg, tehát nem tudom, hány X-es van itt, férfi, nő, és hogy, tehát, hogy inkább csak azt gondolom, hogy jobban látjuk őket. Az internet miatt. Azt mondtam, hogy nehéz helyzetben vannak a mostani fiatal fiúk. Az X is jobban. Nehéz helyzetben van. Hát hány, hogy mondjam, tehát virágzik a pszichológusok, meg a pszichiáter, és azok ott nem az ések ülnek, hanem az X-esek. De pont emiatt, hogy nem tud férfi lenni, hogy nem tud nő lenni, ennek következtében az X-esnek a gyereke az és, az se. Tehát, hogy szerintem inkább ennek van köze. Gyere el egy workshopunkra, 6 generáció. És plusz annak, abban igazad van, hogy ugye, amikor én nem tudtam nő lenni Z-koromban, hopp, tehát értitek? Akkor, annó, régen, tegnap. Akkor ugye nem az volt, hogy kitettem egy ilyen közepesen rossz képet az Instagramra, és akkor azt láttam, hogy mit tudom én, mindenki sokkal jobb csaj, és akkor letöröltem, vagy beírtam, hogy jó nőnek lenni, nem tudom micsoda, hanem... Szóval ebben igazad van. Tehát, hogy tényleg ez sokkal zajosabb a piac, sokkal inkább az van, hogy beírom, hogy kell jól nőnek lenni, vagy hogy kell jó pasának lenni, és akkor kiad egy ilyen 600 oldalas listát, amiből feltetőleg 99% arról szól, hogy izmos legyél, hogy szóval igen, ebbe igazad van. Na, a két teoretikus szakember tök jó, hogy egy picit egymásnak feszült. Júj, bevágtad a feje? Jézus Mária. Viszont, hogy engem az érdekel, Jocó, hogy ugye te zéseket tanítasz. Igen, leginkább. Te milyennek látod az ésfiúkat, hogyha már most itt őrőlük volt szó? Na, most érted, hogy én azt gondolom, hogy az a baj az és srácokkal, hogy mondjuk a srácok 60-70%-ának nincs apja. És onnantól kezdve nagyon nehéz mintákat követni. És abban a pillanatban a pedagógus lép mintává. És hál' Istennek azért egyre több pasi megy erre a pályára, és hogy azért vannak minták, de hogy otthonról ön nem hoz. Mert nem feltétlenül azért nincs apjam, mert hogy elváltak, hanem mert dolgozik Németországban, és egy évben kétszer jön haza. És onnantól kezdve nekik baromi nehéz mintákat találni, és ugye hol talál mintákat a tévében. De a tévében nem látsz pocakos embereket, kivéve, hogyha én mondjuk elmegyek, de hogy azt nyomják az arcukba, hogy igen, legyél izmos, legyél szörtelen, legyél itt-ott nagy, ott meg kicsi, és nincs egy apa, akitől ezt mondjuk így megkérdezze, vagy lássa rajta, hogy ez normális, és akkor jön be, és megkérdezi tőlem. És akkor elbeszélgetünk erről, hogy figyelj, amit te abban a pornófilmben látsz, az tök nem normális. De hogy nekik már nincs, aki ezt elmagyarázza. És hogy szerintem ebből a szempontból tényleg nehezebb nekik. És hogy én most azt látom, hogy tényleg tér vissza ezt. Tehát az én srácaim 15 évesen, ha tetszik egy lány, akkor ír neki levelet. Mert az olyan különleges újra. Tehát nem az van, hogy így megbököm, hanem valami. Tényleg, mert van egy ilyen funkció a Facebookon, hogy böködni lehet, és hogyha valaki visszabök, az azt jelenti, hogy ő is bökni akar. De hogy ezek abszolút kezdnek visszajönni, hogy virággal várja a kapuban, és hogy én ezeket imádom, tehát én is ilyen vagyok, hál' Istennek, és hogy ez kezd visszajönni, de hogy az, hogy milyen mintájuk van, az nekik most tényleg nehéz, mert az arcukban van tolva, mert amit én mintaként láttam, apám, nagyapám, és mondjuk a falu kocsmájában lévő emberek,
helyenként, és az Otto katalógusban az az egy oldal, ami benne volt, vagy a Quellekat, vagy nem tudom, mik voltak ezek. De hogy azon kívül nekem nagyon minták, hát most Ajner Szilárd, vagy Antal Imre, tehát hogy nagyjából ezeket láttam. Értem. Ők viszont az összes VVBBTK, ZK, Pumped Gabó és társait látják. Igen. És hogy nem látnak mögé ebben, hogy ő neki az az élete. Lehet jobb is. Igen. Hogy ő neki az az élete, hogy az edzőteremben él. És hogy az nem feltétlenül élet. Tehát lehet, hogy te is így nézel ki, és az összes lány elolvad egészen addig, amíg nem ülsz le vele beszélgetni. Mert hogy onnantól kezdve hiába beolvadtál mondjuk előtte, elkezdesz beszélgetni, és ott a vége. De hogy így, valahogy így kéne nekünk mondjuk pedagógusoknak mintát adni. Aztán, hogy most én alkalmas minta vagyok-e, hát az meg a jó ég tudja. Tehát, hogy ezt igazából senki nem tudhatja. Ugye most beszéltünk egy picit a fiúkról, beszéljünk egy picit a lány mintákról, és most azért nézek Lilire és Terire, mert hogy ti ugye gyakorlatilag egy ilyen nagyon szoros Véd-és-Dac szövetségben nevelkedtél te Lili anyáddal, nem? Tehát, hogy a anyukáddal így igen, nagyon 11 éves voltam, amikor elváltak a mamáik, és én vele maradtam. Amúgy is szorosabb volt a viszony, mert hogy édesapám külföldön is dolgozott. Érdekes, most viszont nagyon szoros lett papámmal, tehát ez ahogy így telnek a évek. És ráadásul nagymama is hozzánk költözött, tehát itt tényleg ilyen nagyon nők együtt éltünk. Én azért ennek, tehát volt nagyon sok előnye, azért amit te is mondasz, éreztem, hogy nem volt ilyen papa modell, meg erős férfi, ez főleg így a párkapcsolataimban, meg amikor két fiam lett, meg saját családom, mert azért akaratlanul nem úgy volt a papa jelen, hanem vasárnapi apuka volt. De mondom, nagyon jó a viszony. Nyilván nekünk a viszonyunk ezért lehet, hogy szorosabb, mint egy anyalánya. Voltak harcaink, de nem túlzottan. Tehát tényleg egy ilyen barátnős viszony, mert azért valahogy egyrásra voltunk utalva. De azt gondolom, hogy azért nem beteges. Tehát nem akarom ezt így sugallni ebbe. Most hirtelen arra gondolok, hogy az én szüleim abban az időben nem nagyon volt, majd beszélek a válásról, mert amit férfi modell, meg minden, hogy azt nem szabad fetisizálni, mert ebben a korban, világviszonylatban nagyon nagy a válások száma, ezt tudomásul kell venni. Ezzel ki lehetne találni sok mindent, de ez tény. És kell arról beszélni, hogy ez hogy lehet földolgozni, férfi modell, apa modell. Az én szüleim nem váltak el, az édesanyám egy pedagógus, nő volt, általános iskolában tanított, nagyszerű, mert a gyerekek imádták, aztán együtt éltünk 12 évig az én idős Lili anyukámmal és a kis Lilivel. De az én édesapám egy végtelenül csendes bíróember volt, de nagyon csendes, filigrán kis csendes ember volt, és én csak azt tudom, hogy nálunk teljesen női hatalom volt. És akkor én megfogadtam, át is vertek emiatt sokat, hogy én soha nem leszek ilyen agresszív nő. Tehát például anyuka más volt, nem járt fodrászhoz, kormányzat, mindig mondta, hogy apád nem tud egy szöget beverni, és ő beverte helyette a szöget, és költöztünk, mint az őrültek jobbra-balra, és apuka csak jött, kis filigránon. Teljesen nem volt apaképem. De teljesen a tisztelet meg minden ott volt, de nem volt, pedig nem váltak el. És most visszatérve azzal, hogy a válaszokra, nagyon örülök, hogy így beszéltél. Végtelenül fontos a környezetben lévő férfi modell, hogy kivel találkozol. És ilyenkor hát a régi regényekből, meg az én ugye szenyor létem, azt szoktam magamba gondolni. Kérem szépen, a régi nagy feudalizmusban nem értek rá a gazdagok, ottan a bárógrófok, minden. Ott mindig nevelők voltak. Nevelőnők, meg nevelők voltak. És azok voltak a modellek, mert a papák azok utaztak, járták a világot. Tehát nem igaz, ott volt a fényképen az egész szent család. Honnan lehet tudni, hogy az olyan jól működött? A gyerekekre rengeteg külső hatás volt. Az a fontos, hogy milyen hatásokra nevek. A Lili még kislány volt, 13-14 éves, és nekem az egyik kedvenc filmem a Dirty Dancing volt. És tudtam, hogy ő még akkor ugye leányka volt, és érdekes módon mi nem beszéltünk úgy, biztos ez a divat most, csak én elmondom, hogy én hogy voltam, szexualitásról mi valahogy úgy másként. Amit kérdezett, én válaszolok arra, csak az az igazság, hogy mikor betettem megnézni a Dirty Dancinget, és akkor jön a tánc, hogy emlékszem szépen magához, hogy jaj, mondom, ez volt anyád zsáner.
És akkor így nézett, nem értett az egészből semmit, és akkor, jaj, de gyönyörű. És gondoltam egy kicsit arra irányítom, hogy amikor majd egy férfi így megdönti, hogy az jaj, de izgalmas, nem tudom mennyire sikerül, csak tudom, hogy hülyeségeket csináltam, de és ebből kialak, és fő az őszinteség, hogy nem szabad belenyúlni a gyerek életébe. Soha nem szabad azt mondani, rengetegszer látom uszodába, hogy az anyukák, nagymamák megigazítják a fiúk haját, a nadrágot rajtuk, összekötik az jövet. Komolyan mondom, majdnem oda megyek, és pofon ütöm. És ott áll az a szerencsétlen gyerek, és a gyönyörű anyuka gondozza, a férjedet gondoz, ne a fiadat gondoz, itten. Ezért nagyon haragudni tudok ezért. Lóg a gyereken a gatya, lógjon. Takony kifolyik az orrából, törölje meg. Tessék függetlenne, úgyhogy örülök, hogy téged hallak, mert a remény visszajön bennem, hogy tessék ilyen emberekre hallgatni. Na ez... Lili, meg kell kérdezem, hogy milyen volt ennek a sztorinak a másik oldalán állni. A bedöntős sztoriért. A Dirty Dancing-et én is nagyon szeretem. De kicsit nagyobb voltam akkor én már. Tehát az ilyen La La Land, Kaliforniálom. De nagy, nekünk igen, az már az nekünk, ilyen, ugye? Igen, és nekem igen. Tom Cruise volt poszteren, szegény, nem tudom. Utána rájöttem, hogy borzasztó. De az hatalmas kép. Várj, a Dirty Dancing-ben Patrick Swayze volt. Igen, csak most erről asszociáltam, hogy nekem a Tom Cruise volt igen, egyébként igen. Poszterenként. Igen. Igen. Milyen volt azt, valószínűleg nem én vagyok az első, és nem is az utolsó, aki ezt megkérdezi tőled, de mégsem akarok emlékezni szó nélkül amellett, hogy édesanyád egy szexszimbólum volt. Még mindig az, de mondjuk, ezt azért merem így kimondani, mert hogy Teri is nyilatkozta ezt, hogy szexszimbólumnak mondtak engem, igen, annak mondták, és férfiak rajongtak érte, rajonganak érte ma is, cseperedő kamaszlányként, vagy fiatal felnőttnőként, vagy akár kislányként, milyen volt ezt megélni? Mint csak az ő lánya. Onnan kezdem, hogy tényleg úgy volt mama szexszimbólum, és most is az, hogy nem volt ez a ennyire külső világ, meg hogy retus minden, és ő tényleg elképesztő. Tehát így rengeteg kép van otthon, meg fotó, meg újság, mert nagymama gyűjtötte. Az volt, hogy én nagyon gátlásos magamba forduló, tehát én alig köszönő kislány voltam, és gyakorlatilag most így 40 éves koromra mondhatom, hogy én, mit tudom én, ilyen 20 éves vagy 25 éves koromig én ide ki nem mertem volna ülni és beszélni. Tehát, hogy egyszerűen nyilván ez is hatással volt rám, hogy volt egy nagyon dinamikus nagymamám, meg volt egy szexszimbólum mamám, és én meg ott hátul így kullogtam, mint egy ilyen kis spániel kutya, és akkor de tényleg ilyen lekonyuló szemmel, és én nagyon sokáig kislány maradtam ettől, és későn értem be, de ezt mind most mondom kapcsolataimba, szakmámat, ahogy most csinálom, máshogy van, tehát lehet, hogy nem mondom, hogy ez rossz hatással volt rám, de nyilván azért ott volt, hogy ők nagyon dominánsan ott léteztek velem, és úgy éltünk. El kell azt mondjam a fiataloknak, meg az időseknek is, hogy azért volt, mikor mondtad, hogy milyen volt régen, azt szokták mondani, hogy régen könnyebb volt. Igen, azt kell mondjam, hogy könnyebb volt, mert egyszerűen nem voltak anyagi különbségek, tehát nem voltak gazdag gyerekek, nem voltak különböző cuccok, meg kocsik, hogyha Pesten egy szép lány mellett megállt egy autós pali, azt micsoda kurva... És köptünk rá, én magam is, aki hát elég jó csaj voltam, kivel jár ez a manöken, nem szégyeli magát. És akkor tudtuk O'Neill-t, meg Csehovot, meg Tennessee Williams-et, meg minden kábulatos műveltséggel rendelkeztünk, akkor amiből ugye nem nincs pénz, na de ezért sokkal könnyebb volt, mert nem voltak olyan nagy különbségek, tudod? Az csábító, tudod, hogy... celebnek lenni, és nem tudom, nehezebb most kicsit. Most erről eszembe jutott az, amik nekem meséltél, ti voltatok Lilivel az én vendégeim a DTK Show-ban, a televízióban, és ott mesélt Teri egy olyan történetet, amikor viszont, tehát hogy nem, lehet, hogy őt tényleg nagyon komoly rajongás övezte, és szexszimbólumnak tartották, de közben hogy Teri, te is tele voltál gátlásokkal, és ha nem bánod, akkor megosztod azt a történetet, amit akkor nekem meséltél egy ruhapróbáról Bécsben.
Emlékszel rá? Igen. Hát ez összefügg azzal, amit előbb mondtam, hogy a jelmeztervező, az a film, amit itt forgattunk, Virtin Anderlán, itt forgattuk, de a jelmez az kín volt Bécsben, ugye, még akkor határzár volt minden, és nem értettem azt, hogy ilyen kosztüm Napóleon időben játszódott a film, és úgy benéztek az ajtón, ilyen kis varró lányok, és fuldoklottak a röhögéstől. Hát, és mikor már a harmadik filmet csináltunk, és ugyanaz a jelmeztervező nő volt bécsi, de már akkor kicsit beszéltem, mert köszönni se tudtam. Anyuka este megtanított, hogy good morning, reggelre izgalomból azt is elfelejtettem. Mindig följelentettek, hogy az a szocialista színésznő az olyan nagy kép, hogy nem köszön. Na mindegy. És kiderült a harmadik filmnél, elég szomorú volt, hogy azon röhögtek, hogy én itthon bevásároltam a csehszlovák sejem kombinét meg bugyit, és olyat nem láttak Bécsbe, és azon röhögtek, amire én nagyon büszke voltam, mert Triumfról nem is tudtunk. Szóval, vagy az, hogy nem beszéltem nyelvet, hogy ti azt már nem tudjátok, hogy mert előttetek nyitott a világ. Én egy bunkócska voltam, az az igazság. Úgy néztem ki, mint mit tudom én, Brigitte Bardot, vagy úgy néztem ki, mint egy sztár, de én belül egy szorongó bunkócska voltam, mert nem feleltem meg annak az igényeknek, mert másképp voltunk nevelve. De ebből érték is jött, de tele lettünk szorongással. De előre nem csak én beszélek, beszélnek az operaénekesek, beszélnek a presszerék, a zoránék, hogy az egy más korszak volt, hogy többet tudtunk talán, mint a világban sokan, de azért ott volt rajtunk az a határzár, hogy mi mások vagyunk. És ez okozott sok gátlást, de hosszú távon most tudom magamról, hogy igazából abból élek, hogy a értékeim megmaradtak. Ezt aláírjuk. Ez a fajta határzár idézőjelben, ez azért még utána, a teri utáni generációkban is benne maradt, nem? Tehát például a határátlépéskor tapasztalt szorongás, az, hogy kisebbnek érezzük magunkat egy picit külföldön. Hiába beszélünk akármi már nyelveket, meg hiába elvileg megnőtt a világ, hogy ez melyik az a generáció, amelyben már ez nem lesz meg, vagy nincs meg, Krisztián? Azért jó most, amit Teri mondott, mert akartam pont erre reagálni, hogy az nagyon érdekes, hogy valaki megfigyeli a generációkat, akár a nagyszülő-szülő-gyerek unoka viszonyát, mindig azt szokták mondani, hogy a két generációval későbbire hasonlít, tehát ezt a nagymama az unokára hasonlít, és ez a generációknál is így van. És valóban a építők generációja egy bizonytalan, szorongó generáció, az utána következő baby boomer generáció nem az, az utána jövő X generáció az, a világon az X generációt hívják a legbizonytalanabb, legmaximalistább generációnak, a következő Y generáció nem az, és a Z generáció megint az. Tehát, hogy egész egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy valószínűsíthetően lesz majd egy olyan generáció, ami nem lesz bizonytalan és nem fog félni, mert lemásoljuk, ezt viszont tényleg lemásoljuk. A minták azok nagyon fontosak, tehát hiába lesz digitális a világ, addig, amíg az anyád nem lesz digitális, addig az anyai minta és a sejtemlék az bennünk van. Tehát az ma már egy kvantumfizika világába el kell ismerni az anyamékben, a gyerek egy csomó mindent elhoz az anyától, nem csak géneket és sejteket, hanem emlékeket, simogatta az anya, hogyan beszélt hozzá, stb. Az befolyásolja, meghatározza. Az anya bizonytalan, a gyerek nem lesz bizonytalan, mert azt akarja megmutatni az anyának, hogy hogyan tudsz másképp viselkedni, mert a gyerek az tükör, de az ő gyereke megint bizonytalan lesz, mert azt akarja megmutatni, stb. És az anya? Tehát nem apáról nem beszélünk? Tehát, hogy annyira fontos az anya? A nonverbális időszakban határozódik meg nagyon a te viselkedésed, és abban az apának már csak akkor van szerep, amikor te megszülettél, és valamilyen szinten az anyától való leválás után tudasodik benned, hogy az a férfi ott a házban az valamit akar tőled, és akkor az valamilyen szinten átalakul, de egész egyszerűen az emberi fejlődésben az apának a szerepe, tehát az emberi létben az apának a szerepe egy nagyon másodlagos szerep van, ami egy körülbelül 2-3 éves kortól kezdődően alakul ki, de ott nagyon fontos. Ott viszont fontosabb lesz, mint az anya. Tehát addig nem. De a nonverbális időszak az, ami meghatározza a gyereknek a létfejlődését, ott viszont látja az apának is a működését, és annak is van. De ez egy másik téma. És a csenge most te beszélj, hogy arra kíváncsi vagyok, hogy most te erős generáció vagy, biztassál egy kicsit.
Mert ugye már nyelvet beszéltek, már látjátok az egész világot, szabadok vagytok, el tudjátok dönteni, hogy mint régen a mesterlegények kicsit kiszagulok, kiüldöljek, és akkor visszahozom a tudást ide, vagy azt mondom, dehogy jövök én vissza, kinn maradok, most ott vagyok gyökértenelül, lebegek ide vagy oda. De hát megvan a lehetőség erre neked. Te mit érzel? Lehetőségünk az tényleg rengeteg van, és szerintem az internetnek is köszönhetően nagyon könnyen tanulunk nyelveket, és kinyílt tulajdonképpen a világ, és utazhatunk össze-vissza. De amit a Krisztián is mondott, hogy ugyanúgy, mint az X-esek, és így kettővel később, mint Z-esek is kicsit, bizonytalanabbak vagyunk talán, mint az Y-osok. Én csak magamról beszélhetek meg a kisebb környezetemről is, hogyha csak a továbbtanulásra gondolok, nagyon sokan, az osztály körülbelül 90%-a fogalma sincs arról, hogy mit szeretne majd, hogy elég jó lesz-e abban, az érettségi is elég jól fog-e sikerülni. És nem hiszem, hogy otthon támasztanak elénk ilyesfajta elvárásokat, legalábbis én magamnak támasztok ilyeneket, és én is elég maximalista vagyok. Szóval nem tudom. Nem tudok erre. Igen, erre voltam kíváncsi, mert én például hálás vagyok, hogy anyukám tanítónő volt, és én elvégeztem a tanítóképzőt, még szakközépiskola volt, 14-től 18-ig, még a Fodor Tamással együtt jártunk a Kis János altábornagyba, tehát tulajdonképpen van egy másik szakma is a kezemben, de ha nem ez lennék, akkor egész biztos, hogy vagy kertészettel, vagy valami nagyon fontos lenne, hogy az elméleti tudás mellett valami, amiből magyarul kimondva, amiből meg is lehet élni, amiből két lábon lehet állni, ez mérhetetlenül fontos lenne a te generációdnál, mint hogy lényegében örülök, hogy a Lili, mikor várta a gyerekeket, visszament a Földesi Margithoz tanítani. Biztos most azért nehéz, mert annyira sok mindent kaptok, nem, Csenge? Nagyon tehát, hogy egyszer annyira sok információ, hogy én se tudnám, hogy igen, hogy most mire mondjam, hogy merre menjen a gyerek, tehát nagyon nehéz ez. Igen, és a pályaválasztási szakosodás orientáció az szerintem nagyon le van még most szűkítve, és tök jó lenne, hogyha több ilyen képzettségű emberrel tudnánk találkozni, vagy beszélgetni. De Jocó bácsi, tudom, hogy szívesen... Nekem van nekem ilyen képzettségem, tehát hogyha gondolod, akkor utána elbeszélgethetünk erről. Jó, köszönöm. Nem, az szóval viszont igen, tök jó, hogy a Jocónak átpasszolt a Csenge, mert az nagyon érdekelne, hogy szerintetek mennyire van mondjuk az oktatási rendszer felkészülve arra az útkeresése, meg arra a kicsit elveszettségérzése, amit most a Csenge megfogalmazott. Nincs. De egy szóval felső oktatás. Nincsen felkészülve sem a közoktatás, sem a... Tehát amíg ott tartunk még mindig, hogy úgy kezdődik az óra, hogy mindenkitől elvesszük a telefont, addig nincs miről beszélni. Tehát hogy azt gondolom, hogy egyetlen nem vagyunk sem pedagógusok felkészülve, mert hogy a nemzeti alaptanterv még mindig olyan információkat vár el a gyerekektől, amit három kattintással megtalálsz az interneten. És pont ugye emiatt, hogy nincsen játék, az iskolában viszont imádnának játszani. De sok pedagógus meg nem játszik, mert azzal megy az idő, és nem tudom nekik még azt a 32 évszámot megtanítani, amit előír a NAT. Tehát, hogy most egy ilyen abszolút lebegési állapot van. És hogyha vannak ilyen őrültek, akik szembe mennek a NAT-tal, akkor ez tök jó, mint például én. De hogy alapvetően maga a rendszer és maga az elvárás, az még baromira nem állt át erre. Tehát, hogy van egy olyan érettségi, ami azt méri, hogy a gyereknek milyen kompetenciája van, viszont úgy tanítjuk 12 évig, hogy nem fejlesztjük az ő kompetenciáit. Mert hogy a tananyag az meg tény alapú, az érettségi meg kompetencia alapú. Tehát, hogy ez még nem fordult át, és akkor próbálkozunk azzal, hogy ezt nagyon sok helyen elmondjuk, hogy de ezeket kéne fejleszteni, de hogy a pedagógusok sincsenek erre felkészülve. Tehát én látom azt, hogy a 20 éve egyetemen megírt lapokból tanítanak emberek, és elmondják azt, hogy nagy októberi szocialista forradalom, ekkor és ekkor volt, és hogy innen nem lépünk tovább ezen a történeten, pedig hogy nagy váltás kell. Tehát itt most mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek nagy váltás kell, mert hogy nagyon érdekes, mert hogy én a szülőktől is megkapom azt, hogy ő nagyjából úgy kalkulált, hogy már a 8. tankönyvnek a 70. oldalán kéne járni, és mi az, hogy mi csak a 20. oldalon járunk, mert hogy az én gyerekem nem azért jár iskolába, hogy játszon, hanem hogy minden anyagot tanuljon meg. És én meg megkérdezem, hogy amúgy általános iskolában minek? Tehát miért kell megtanulni, amikor a középiskolában újra elkezdjük meg töriből, előről. Meg amúgy is most, tehát nekem azt mondták, és ez zseniális volt,
végigállt, és annyira bennem volt, hogy azért tanuljál, mert hát, ha egyszer a Vágó István megkérdezi tőled. És én azóta arra várok, hogy a Vágó István egyszer valamit kérdez. És nem kérdez. Hát, ha ezt tudtam volna, akkor meghívom ide, itt nézd meg. Na, látod, hogy ott tűnne megkérdezni? Csak akkor nem jutunk szóhoz. És hogy... Ez is igaz. De hogy még mindig ott tartunk, hogy azt várjuk a gyerektől, hogy egy ilyen kis mini lexikonként egy csomó információt toljon az agyába. Nem, tanuljon nyelvet, és merjen kiülni emberek elé beszélni. Merje önmagát megismerni, és merje felvállalni azt, hogy ő miben jó. Mert abban, hogy én, hogy most melyik gyerek tud több évszámot, ez kicsit olyan, hogy kinek nagyobb a lábúja, most tök, ez adottság. Na jó, átpasszolom nektek gyorsan, mert most ránézek az órámra, és húha van. Szóval, hogy kérdezzetek. Ott már van is egy kérdés, a Bot Gabi kolléganőmet, illetve talán van még más kolléganő is, aki segít. Egy mikrofont tudunk kapni? Hello, hello. Nincs több. Krisztiántól elragadom a mikrofont. Hol vannak a kezek? Ott van két kéz rögtön. Akkor egy pici türelmet. Először ide előre, aztán majd adjátok hátra, jó? Megteszed, hogy elmondod a neved? Emmertné Verhás Eszter vagyok. És nekem a csengéhez és a jocóhoz lenne a kérdésem. Most egy pillanatra a csengét is Y generációhoz sorolnám, és akkor így mind a hárman ugyanabba tartozunk. Nekem rengeteg ismerősöm van nagyon sok országból, és tehát a magyar közösségről kicsit kevesebbet tudok, hogy inkább én is ilyen globális jelleggel szemlélem a világot. És végeztem kutatást is arról, hogy a mi generációnkat hogyan nézik. Ez, ugye ez az, amiben nem akartunk belemenni, hogy ki a jobb, meg ki a nem jobb. De olyan dolgokat találtam, kutatásokat, amik... voltak éppen azt mondják, hogy a mi generációnk elképesztően keserű. És egyébként korábban volt róla szó, azt hiszem, hogy a Jóca említette, hogy ez a selfie kultúra, és hogy miért csinálunk selfiket, és arról jutott eszembe ez a cikk, amit olvastam, hogy ennek a selfie kultúrának van egy nagyon negatív oldala, és az pedig az, hogy ugye a Facebookra, ott vannak a Snapchatre ezek a filterek, a Facebookra mindenki a saját magának a legpozitívabb, legjobb dolgait teszi ki. Azt akarja megmutatni a világnak, ami az ő életében a legjobb. És ugye mi, mivel magunk körül mindenki másnak csak a legjobbját látjuk, ezért egy olyan kép alakul ki bennünk, hogy akkor az az átlag. És onnantól kezdve az az elvárás. És ehhez képest a saját életünket, amiben ugye mindent látunk, nem csak a legjobbat, sokkal rosszabbnak érezzük. És ebből adódóan kialakul egy ilyen folyamatos keserűség, ahol magunkat mindenki máshoz hasonlítjuk, és magunkat mindig alul maradónak érezzük. Ti ebből mennyit éreztek, erre lennék kíváncsi? Igazából nekem van otthon egy tükröm, tehát én maximálisan tisztában vagyok azzal, hogy mi a valóság. Nem tudom, így, ahogy átjött, tehát én magamban keserűséget egyáltalán nem érzek. Tehát én állandóan röhögök, állandóan viccelődök, tehát hogy én azt gondolom, hogy csak az érez keserűséget, aki úgy kell, hogy megint meg. Tehát nem. És az, hogy mindenki a legjobbat teszi föl, szerintem ez is elmúlt. Mert hogy most már mindenki felrak mindent újra. És hogy onnantól kezdve meg, tehát meg most ne állítsuk már magunkat, kicsit a Teri által említett pornófilm, ezt tudom hasonlítani. Tehát tudjunk már leszűrni abból, hogy amit te a Facebookon látsz, az baromira nem a valóság, mert ha végigmész az utcán, hát nem ilyen embereket látok. Tehát, hogy így nem kell szerintem ezzel de foglalkozni. De aki nem annyira maga biztos, az nem biztos, hogy ezt meg tudja tenni. De hogy ezt meg tehát én azt mondom, hogy erre meg kell érni, mert hogyha most végig arról beszélünk, hogy ki mit gondol rólam, hát akkor én mondjuk nem ülnék itt. Hát, hogy akkor egy sarokban sírnék valahol. Tehát, hogy... Csenge? Igazából én is tökre hasonlóan látom Jocó bácsihoz ezt a dolgot, és nálam is a pohár inkább félig tele van. Azzal egyetértek, hogy ez az Y generáció elég kritikus a vele környezetében lévő dolgokkal, de szerintem ez addig tök jó, hogy magával is ugyanolyan önkritikus, és tud viccet csinálni a saját dolgaiból, és én is ugyanúgy posztolok az Instagram oldalamra arról, hogy basszus érettségizni fogok 5 héten belül körülbelül, és hogy mi jár az lesz nekem. Szóval szerintem
ez teljesen emberfüggő, és túl kell lendülni azon, hogyha valaki kicsit önbizalomhiányos. Igen. Szerencsére én is így vagyok ezzel, csak a környezetemben, az ismerőseim körében rengeteget látom azt, hogy egy csomóan hát folyamatosan le kell őket cserélni, ennyi úgy érzik, titkán. Hogy az egész világ ellenük van. Nem, de szerintem az egy jelenség, amiről ő beszél, tehát hogy ez igen, mert hogy nyilván az fog kiülni ide 500 ember elé, aki egy picit ezen túl van, vagy legalábbis helyén tudja kezelni, de igen, nem véletlenül most előkaptam, amit mondasz, ez nem ugyanaz a kutatás szerintem, de az Ipsosnak van egy nemzetközi kutatása, ami szerint az Y-generáció a legkevésbé optimista azzal kapcsolatban, hogy jobb élete lesz például, mint a szüleinek volt. 33% mondta azt, hogy jobb lesz az élet, az X-eseknek 41%. Felejtsük el, ezeket a kutatásokat X-esek írják. Ez meg tényleg, az sem mindegy, hogy ki mondja. Igen, tehát, hogy forráskritika. Volt még egy kérdésünk ott hátul. Igen, sziasztok, én Gréti vagyok, és 23. életével töltöttem nem régen, és a hasonló életkorúaknak a kiválasztásával foglalkozom egy cégnél, és azt figyeltem meg, hogy főleg a kortársaim körében egy ilyen általános dolog az, hogy túlbecsüljük magunkat. Tehát azt hiszük, hogy olyan kompetenciákkal rendelkezünk, amikkel valójában nem. Ez nyilván valamilyen szinten életkori sajátosság, de hogy ti láttok-e ebben generációs különlegességet, és ha igen, akkor ez miért lehet? Igen, látunk. Megkaptam a mikrofon. Mondja, Gyocó bácsi. Szóval igen, van különbség. Ugye a szegény Y-osokkal kiszúrt a világ, mert őket nem tanítottuk meg kritikát elfogadni és kritikát értelmezni. Ugye ők voltak azok, akik csak lájkolni... Az X-esek egy poroszos rendszerben nőttek fel, egy poroszos oktatási rendszerben, poroszos szülőkkel. És ő nekik egyébként az X-esek nem tudnak dicsérni. Az X-esek sokkal több olyan dologgal szembesültek, amikor szitták őket. Ott nem volt olyan, hogy a tanár hülye, ha a tanár engem megszidott, akkor még meg is vertek otthon. Most ugye nem az van, mert egy bizonytalan X-generációs a gyerekére is maximalista, és a gyerekét is föl akarja emelni, és ezért az Y-os gyereket, vagy Z-s gyereket, nehogy már egy hülye tanár, most bocsáss meg, de nehogy már egy hülye tanár elkezdje szidni, hiszen az én gyerekem, az én továbbfejlődött valamim, tehát a gyereket meg kell, hogy védjem. És az Y-os ebből a szempontból egy nagyon nehéz környezetben nőttek fel, ahol nem kapták meg azt, hogy hogyan lehet a kritikát értelmezni, pláne az offline kritikát értelmezni, csak az online kritikát, mert ott ugye kitörlöm a blogomról, vagy kitörlöm a válaszadók közül, és le van szarva, már bocsánat, de nem fogok vele foglalkozni. Ebből a szempontból ugye az, ami egy munkahelyi környezet, ami egy nagyon erős baby boomeres környezet, baby boomeres kultúra, baby boomer gondolatrendszerre van felépítve, abba egy Y-os nagyon nehezen tud beleilleszkedni, és nagyon nehezen tudja azt mondani, hogy igen, ez valóban így működik. Az a baj, hogy ezek ilyen megérzések, vagy elég szubjektív, magamról beszélek, nem amit te mondasz, amit én szeretnék, felvezetem. Igen, tehát hogy számomra, amit mondasz, azért nagyon érdekes, mert hogy te egy Y-generációs ember vagy. És hogy ugye a saját korosztályodról beszélsz, ami azért elgondolkodtató. Mondjuk, hogy mondjam, nyilván hiszen egy HR szakmában dolgozol, nyilván tömbösítve látod az Y-generációs. H. János írt egyébként erről nagyon jót, hogy azért az X-generáció, ugye ő is az, hogy szóval nálunk inkább a megfélemlítés volt, meg a megfelelni akarás, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy az X-generáció, a kortársaim, a barátaim, a bárki nagyon jól bírnák a kritikát. Persze, én jól bírom, de nyilván meg így, aki itt ül, az mindenki. Csak hogy én inkább azt látom, hogy az Y-generációval kapcsolatban egy kicsit olyan féltékenyek vagyunk. És ezért mondom azt, hogy elgondolkodtad, hogyha egy Y-os mondja az Y-osról, hogy húha, kicsit többet gondol magáról, mint ami. Igen, most csak azt mondanám, hogy a fiataloknak, hogyha az édesanyja, vagy a nagymama, vagy a papa, nagypapa álmodik helyetted, hogy az lesz belőled, fiam, szólj rá, hogy anyu, hagyj békén, apu, ne mondjad ezt. Ezt azért mondom el, mert ugye, ahogy a Lili mondta, 11 éves korától egyedül, és matematikából gyenge volt, és én is gyenge voltam, nem tudtam neki segíteni. Volt korepetitor, akkor is gyenge volt, mondom, nem fizetek. Ezek után ugye rám volt bízva, hogy hol fog tovább tanulni, és
ültünk együtt, és megkérdeztem tőle, hogy orvos, mérnök, ügyvéd, egyetemi tanár, pszichológus, és átbeszéltük, hogy mi nem. Na mondom, majd valami kialakul, ezek után ugye protekcióm lett volna akárhova, városmajorba, bárhova menjen gimnáziumba. Lili elment a ruhaipari szakközépiskolába a körútra. Ezáltal ott nyelvet se tanultak, viszont vasalni mai napig nagyon jól tud. Varni nem annyira, de ott érettségizett le, ezáltal tudott jazzbalettra járni, külön elment nyelvórára, majd a főiskolán pótoltam, majd frász kaptam, amikor 18 éves korában mondta, hogy jelentkezem a színművészetire, de ez már az ő útja volt. Ami én rám tartozott, az csak az volt, hogy legyen boldog fiatalkora. Tehát nem álmodtam bele semmit az ég egy világon. Ő rá volt bízva, és tulajdonképpen azt mindig mondtam neki, nagyon fontos, hogy amit elértél, azt magadnak köszönheted. Nem a szülődnek, magadnak köszönheted. Addig kell nyújtózkodni, hogy legyen boldog fiatalkorod. Ezt én rettentő fontos. Nagyon nagy álmodozásokat látok a szülők, nagyszülők részéről, és ezt én nagyon nem szerettem. Már szépen köszönöm, hogy ezt mondtad. Nekem még egy mondat, hogy én Y-osként itt ülök, és azt érzem, hogy tök jó, majd aztán az X-esek elmondják, hogy ők ezt kikutatták, hogy nekem szar. Tehát egy picit olyan... Egy picit olyan, igen, tehát hogy ez a fajta félték, hogy irítség, vagy nem tudom, mi beszél, de hogy én ezt érzem most egy picit, de nem ellent persze. Jó, hát ezt most arra mondta, hogy az Ipsosnál mondták ezt a 33%-ot. Nem tudom, hogy adtunk-e választ arra, amit kérdeztél, de tök jókat mondtak, nem? Igen. Köszönöm szépen. Tehát, hogy a show szempontjából, és köszönöm, hogy segítettél. Van-e még kérdés? Van itt a jobb szélen. Nagyon jó fejek vagytok, hogy a Gabit nem futtatjátok oda, de azért nyugodtan ott is lehet kérdezni. Mondd. Sziasztok, Esztervár Jorsia vagyok, és én X generációs vagyok, és van két gyermekem, akik 11 és 8 évesek, nem tudom, hogy melyik generációba tartoznak. Zöj. És az a problémám igazából, hogy azt látom, hogy a tisztelet az, ami nagyon megváltozott. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor minket kivittek a szüleink a Pilisbe, mert ott volt egy nyaralunk, ők ápolták a kertet, vagy autót építettek, vagy csinálták a dolgokat a ház körül. Mi meg úgy elvoltunk a hugommal, kirándultunk, vagy ott verődtünk a szintén ott nyaraló gyerekekkel, és tök jól elvoltunk, és semmilyen extra elvárásunk nem volt, hogy most nem tudom, hova vigyenek. Én most elvittem a gyerekeimet egy hétre síelni, és amikor gyakorlatilag egy hét ilyen 0-24 órás programszervezés, síelés, étterem, stb. A legvégén még megkoronáztunk egy ilyen akvaparkkal a dolgot, és akkor hazajöttünk és elmentünk Olaszországba, hazajöttünk, és akkor szombat délelőtt megállottam a nagyobbik lányom 11 éves fejjel, és között, hogy hát drága édesanyám, nagyon szépen köszönöm, hogy egy hétig elvittés ilyen, ilyen fantasztikus programok voltak, de hogy gondolod, hogy így szombat reggel ezt így elengedted, hogy most így program projektet, és gyakorlatilag itthon vagyunk, és mosunk, és nem tudom, te főzöl, és hogy most így mégis mára mi volt a terv, és akkor így elévágtam az összes mosatlan ruhát, szennyes ruhát, hogy hát akkor édesanyám pakolt be a mosógépbe, most kiteregest ki, és akkor már mindjárt nem lesz olyan unalmas a szombat. Tehát, hogy így le voltam döbbenve, hogy gyakorlatilag persze az én szüleim, az én édesapám még élt a háborúban, tehát én mondhattam volna azt, hogy ugyan már milyen gyerekkorom van, de hogy egyszerűen annyira el vannak szállva a gyerekek, és annyira próbálunk a kedvükbe járni, és annyira nincs meg ez a tisztelet, hogy én azt sem tudtam, hogy reagáljak hirtelen, hogy most nevessek, vagy sírjak, vagy tehát hogy kell ezt kezelni. De na most, itt hárman ragadták meg, akkor lehet, hogy nem lehet, hogy mindjárt összeverekszik, akkor mondom a sorrendet. Lili, Szilvi és Jocó fog erre reagálni. Szóval ugyanez nekem is 11 és 8, és ugyanezt érzem, ugyanez leszokott zajlani, és szerintem én rájöttem, hogy mi rontottuk el, mert hogy kiskoruk óta zeneóvi, zenebölcs, ilyen fejlesztő játszóház, ide megyünk, és állandóan nyomtuk a programokat. És olyan nincs, hogy most játszál magadba, mert ő ezt nem tudja, mert nem is tud két kockát sem, mert azt is anyuka, mármint én rakosgattam, hogy én jó anyuka legyek. És most ugyanezekkel szembesülök, tehát én azt gondolom, hogy ez a mi hibánk, és akkor nyilván ehhez még hozzájön ez a virtuális, meg hogy az is ment síelni, az oda ment, mi miért nem megyünk nekünk, miért nincs, mi az már utazott, én nem repültem, és az ember, hogy jaj, le ne maradjon az én kisgyerekem, és a végén ugye ezt kapom. Tehát, hogy nagyon nehéz ez, hogy ez hol a középút. Jó, te
tehát versenyhátrányt hozta be, mint igen, én nagyon egyetértek Lilivel. De igazából én most megszületett bennem egy ilyen praktikus tanács. Van az anyafarád, és ilyen tippek. Meg ilyen. A reklám helye újra. Öt tipp, hogy ne érjed magad szarul szülőként. Igen. Öt tipp, egy tipp. Hogy amit persze nyilván akinél már elment ez a vonat, vagy ha jó, vagy nem tudom, de szerintem ez bármikor, hogy mondjam, az ember kipróbálhatja, de egy próbát megér. Szerintem van egy életkor, mondjuk 6 év. Tehát, hogy 6 éves kor fel, mert azért ugye azt ne képzeljük, hogy a 2 éves gyerek meg, aki éppen tanul beszélni, vele ilyen mély tudományos megbeszélést folytatok arról, hogy hogyan kéne együtt nyaralni, meg kisfiam, ez így, meg úgy, nem tudom. Egyébként lehet, mert nyilván nem hülye, de hogy azért 6 éves kor felett szerintem nagyon fontos lenne azt elmondani, hogy ez nem egy szolgáltatás. Tehát, hogy én tényleg nem vagyok egy szolgáltató, de így, ahogy mondom. Tehát, hogy, és ez abszolút bejön. Tehát, hogyha elmegyünk, most a nyaralás az jó példa. Vagy egy hétvége akár. Tehát, hogyha elmegyünk valahova nyaralni, egyrészt pontosan tudják, hogy az tök sok pénz, anyám mennyit dolgozik, ezért nem tudom, nyilván nem kell ezt túlspilázni, mert hogy nem. De hogy akkor azt mondom, hogy én is szeretném jól érezni magam, nekem ehhez ez szükséges, mert lehet, hogy ő úgy érzi jól magát, én meg pont nem úgy. És hogy légy szíves, te is mondd el, hogy mitől lennél boldog, és hogy ez nem egy szolgáltatás. Tehát, hogy ez nagyon is egy kölcsönös dolog, szerintem onnantól kezdve, hogy tud beszélni. És igenis azt kell mondani, hogy, és, mert akkor az ember belemegy egy ilyen spirálba. Nagyon érdekes, hogy valamelyik nap erről írtam is, vagy valamelyik mindegy kicsoda kérdezte azt, hogy annyi energiát beletolsz a gyerekekbe, hogy nyilván ezt látja, meg anyaparra, meg nem tudom. És hogy mi lesz akkor, gondolkodtam-e azon, hogyha majd az egyik gyereknek lesz egy csaja, és akkor azt mondja neki az a csaj, hogy hú, az anyád tök hülye, ne menjünk többet, mit tudom, ebédelni, vagy nem tudom. És akkor hol térül meg ez a sok áldozat, meg nem tudom. És hogy sehol. Tehát, hogy szerintem sehol. És hogy ezt úgy tudja az ember, hogy persze tök könnyen hangzik, hogy élvezni kell meg mindent, de hogy ezt azért lehet élvezni. Mondjuk egy nyaralást is akár. Nyilván nem tökéletes, mert nyilván hisztizik néha, meg nem tudom. De azt, hogy azt mondom, hogy figyelj, én nekem az a tök jó, hogy most sétálunk kettőt, leülünk, nem tudom, és hogy nekem ettől tök jó lesz, hidd el, és mondd el, hogy te mit szeretnél, és akkor, hogy ez egy ilyen kölcsönös dolog, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ennyi. Jó, szó, elmondták a lányok, amit akartál? Elmondták. Jó, én is így gondoltam. Szóval egyetértek azzal, hogy nem térül meg sehol. És ez biztos. És mivel itt vagyok előttetek a lányommal, és mégis tudomásul kell venni, hogy külön világ, külön szabadsággal, abban a pillanatban, amikor a gyerek megszületik, egy szabad, független, önálló ember nem szabad elnyomni. Szabadságot kell neki adni, igen, akkor is, ha csalódok, ha nem így képzeltem el a jövőjét, ha mást gondolnék, soha nem szólok bele a Lilinek se a család életébe, se a gyerekekbe. Nagyon tiszteletbe kell tartani a fiatalságot. Ez a lényeg, amit szeretnék mondani. Tiszteletbe kell tartani őket. Nagyon szépen köszönöm a végszót, Teri. Már azon gondolkoztam, hogy melyik tankcsapda idézettel zárjam, de akkor maradjon ez. Tudjátok, mi jutott eszembe? Ha nem tudod, hogy az élet egy ajándék, jusson eszedbe. Nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Úgyhogy én ezzel, nem ezzel, hanem a Terinek a végszavával kívánok mindenkinek további szép estét, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Örülök, hogy a VMN csapat is ilyen jól érezte magát. Itt rötyögnek a bal szélen. Na, de ami lényeg, köszönöm szépen Deli Csengének, hogy itt volt és beszélgetett velünk. Sok sikert az érettségihez. Majd megírja a VMN-en a tapasztalatait. Köszönöm szépen Tordai Teri művésznőnek. Leányának, Horváth Lilinek. Bábel Szűcs Szilvinek, az Anyapara alapító főszerkesztőjének. Nagyon szépen köszönöm.
Balatoni József Jocó bácsinak, hogy itt volt. És Steigerwald Krisztiánnak. Köszönjük szépen! És legfőképpen nektek köszönjük, na meg természetesen az elembiztosítónak, hogy a tematikus szponzoraink voltak ma este. Megint lesz majd jövő hónapban is Hello VMN, méghozzá a húsvét, úgy jön pont ki, hogy húsvét lesz a harmadik hétfő, úgyhogy április második hétfőjén, április 10-én találkozunk, a tematika pedig mindenki máshogy más, és már alakul a vendégkörünk, Pásztori Dóri hazajön Londonból velünk beszélgetni, valószínűleg velünk lesz Tarian, Anna Mária, Fluor Tomi, Kembe Sorel Artúr, szóval, hogy mindenkiféle, egy jó ütős társaság lesz, nagyon sokfélék leszünk megint, úgyhogy majd figyeljétek a VMN Facebook oldalát, meg fogjuk hirdetni az eseményt. Köszönöm, hogy itt voltatok, szép estét, viszontlátásra!